Őszinte nagy szeretettel köszöntök mindenkit, mikrofonomat magamhoz vonom, hogy jól halljuk egymást. 2020. június 24-e szerda 20 óra van, és hát egyelőre ez lenne az utolsó Kérdezd a Rabbit, de jövő szerdán már a vajtai táborban leszünk, és ott délután 16 órától tervezek egy tábori vajtai külön kiadást, ha technikailag meg tudjuk oldani, akkor az internetre is ugyanígy közvetíteni fogjuk, mint ezt a mostanit, tehát jövő szerdán, és majd még kicsit korlátozottabban lehet kérdezni, de 16 órától, és a vajtai táborban leszünk, igyekszünk megoldani a dolgokat, úgyhogy ez lesz a plusz egy, vagy ha úgy tetszik, az extra kiadás. Viszont tervezek egy nyári bibliaiskolát, ahogy visszaértünk a táborból július 6-ától augusztus 31-ig, ez 9 alkalom, és szeretnék azokon a témákon végig menni, ez ugye minden hétfőn este 8-tól lesz, 8-tól körülbelül 45 percnyi tanítás, és aztán utána lehet kérdezni, ha nem is ennyit, mint most, de azért lehet kérdezősködni, és szeretnék azokon a témákon egy kicsit elidőzni, amit sokat kérdeztek, sok kérdés érkezik róluk, szellem, lélek, test, mi történik az emberrel a halála után, végidők eseményei, antikrisztus, az özönvíz előtti világ, és ehhez hasonló dolgok, mert hogy érdemes talán akkor ezeket tisztázni, hogyha ennyit kérdeztek erről, és ilyen sok kérdés érkezik. Nézzük hát a mai kis bevezető anekdótánkat, és már záporoznak is a kérdések. Látom, barát Barn is kérdez, Zsolt is kérdez, nagyszerű. Még a múltkori alkalomról is van néhány elvaratlan szálam kérdésem, úgyhogy azokkal fogok kezdeni, és akkor körülbelül fél óra múlva sort kerítek azokra a kérdésekre, amiket most írtok. Szóval a mai kis anekdótánk, viccünk, történetünk az úgy szól, hogy van egy nagyon gazdag gyáros, bizonyos Mr. Frankenstein, aki egy idősebb úriember, és gyáriparos, mérhetetlenül gazdag, és egy alkalommal meginterjúvolják és megkérdezik tőle, hogy hát Mr. Frankenstein, hát hogy szerezte ezt a hatalmas vagyont? És hát az öreg el is meséli, hogy hát egy olyan 20 éves forma sírjeder lehettem, amikor munkanélküli voltam, lődörögtem, és hát átkutattam az összes zsebemet, és találtam benne egy centet. Azzal elmentem, és vettem belőle egy almát, kipolíroztam, és eladtam 2 centért. Abból vettem 2 almát, kipolíroztam őket, és akkor eladtam, már 4 centem volt, és a nap végére összegyűlt 40 cent. Másnap 40 almát vettem, kipolíroztam őket, eladtam őket 80 centért, és ez így ment tovább. A riporter megkérdezett, ez teljesen elképesztő, hogy Mr. Frankenstein, és hát mennyi idő alatt tudott ebből meggazdagodni? Hát azt mondja a kis öreg, hogy hát olyan 2 hétig csináltam ezt a dolgot, és akkor meggazdagodott. 2 hét, hát ilyen gyorsan megtörtént ez a dolog, hát igen, mondja Mr. Frankenstein, ugyanis az történt, hogy 2 hétre rám meghalt a nagybátyám, és ezt a nagygyárat rám hagyta. Úgyhogy ennyit a szorgalomról, és nézzük most a kérdéseket. Erzsébet kérdezte Békesség Tamás, van egy nagyon régen megválaszolatlan kérdésem. A konkó és búza együtt növekedik, beszél erről az ige. Ezek már a születésünktől fogva eldöntettek, hogy ki a konkoly és ki a búza. Tehát vannak, akik számára nincs megtérés lehetősége. Kik a báránybőrbe öltözött farkasok? Álkeresztények, mint a farizeusok, akik Jánoshoz mentek megkeresztelkedni, de János leleplezte őket? Remélem érthető a kérdésem. Szerdán válaszolsz rá, megköszönöm. Vagy ott van Júdás, ki áruló, kiről azt írja az ige, hogy elárulja az urat, hogy beteljesedjen az írás. Úgy zajlik minden, mint egy forgatókönyv, és így nyer értelmet a kiválasztás dolog. Hát szóval, kedves Erzsébet, a következő ezzel kapcsolatban a helyzet, ugye a búza és a konkoly példázatát, hogyha elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy az a világ jelenlegi állapotáról szól, és minden példázatnak van egy fontos üzenete. Ezt az üzenetet jelen esetben az angyalok fogalmazzák meg ebben a példázatban, amikor megkérdezik a gazdát, hogy uram,
nem jó magot vetettél el a földbe. Mire a gazda azt mondja, hogy de igen, a maggal semmi baj nincsen. Hát akkor miért van ez a sok gonoszság, és miért van ez a sok kongoly? És a válasz pedig az, hogy az pedig az ellenség tette. Ugye Jézus megmagyarázza a példát, és azt mondja, hogy az Isten fiai a jó mag, és a konkoly pedig a gonosznak a fiai. És a példázatnak a lényege az az, hogy az angyalok elmennének kiszaggatni a konkolyt a búza közül, de az Úr azt mondja, hogy idő előtt ezt ne tegyétek meg, várjunk egészen addig, amíg el nem kezdődik az aratás, és teljesen nyilvánvalóvá lesz, hogy melyik a búza, melyik a konkoly, és akkor majd kiszaggatjuk a konkolyt, és tűzre vetjük. Mit akar ezzel mondani a költő? Azt, hogy idő előtt nem szabad megítélni azt, hogy ki búza, és ki konkoly. Ez egyrészt Isten tudja, hogy mikor jön el az aratás ideje. Másrészt világosan mondja, hogy az ő angyalait elküld, és összegyűjti az ő választottait, és kiválogatják a botránkozásra valókat az Isten országából. És ez, mondom még egyszer, az angyalok feladata, nem az embereké. Ugyanis ott adta Isten nekünk példaképpen magát Pál apostolt, aki sokáig úgy nézett ki, hogy egy igen méretes konkoly, üldözte az egyházat, káromlásra kényszerítette az embereket, majd hirtelen megtért, és az egyház legnagyobb építőmesterévé, legnagyobb hatású szolgálójává vált, legalábbis a korai egyházé. Tehát ha Pált idő előtt kiszaggatták volna, akkor nem tudott volna megtérni, és nem tudott volna megváltozni. Ez az üzenet ennek a dolognak. És éppen azt mondja, hogy ez nincs predesztinálva, hiszen mindannyian kvázi konkolyok voltunk, és mindannyian az ördögnek voltunk a követői, a tanítványai, a szolgái, de Isten megkönnyörült rajtunk, meghallottuk az evangéliumot, megváltoztatta Isten a természetünket, és Isten fiaiként vett bele bennünket a világba. Tehát Isten azt mondja, hogy bizony az igazságnak és a hamisságnak, a jónak és a rossznak együtt kell a világban léteznie, fejlődnie, növekednie, egészen a végkifejletig, az aratásig, mert ugye Jézus megmagyarázza ezt is, és azt mondja, hogy ez az ajonnak a beteljesedése, szünteleje, tehát hogy nem csak simán beteljesedik, hanem amikor minden, mint az aratáskor, amit elvetettünk, amiért dolgoztunk, minden ott van készen. Hát itt is, amikor a korszak ott áll készen, akkor történnek meg ezek a dolgok, és nincs ez eleve elrendelve, nem arról van szó, hogy egy konkolyból nem lehet soha búza, hanem arról van szó, hogy nem szabad idő előtt ítélni, nem szabad idő előtt kiszaggatni a dolgokat, mert nem lehet egyértelműen megkülönböztetni, még az emberekben van jó is, van rossz is, és nem lehet tudni, hogy konkollyal vagy búzával állunk szembe. Kik a báránybőrbe öltözött farkasok? Hát azt hiszem, hogy a kép az nagyon világosan elmagyarázza, azok olyan álkeresztények, akik valójában... A báránybőrbe vújt farkasok pedig olyan keresztények, akik valójában nem tértek meg sohasem. A természetük a farkasé, a vadállaté, a fenevadé, de felöltenek magukra egy külső mászt, és kereszténynek mondják magukat. Honnan lehet felismerni őket? Hát a gyümölcseikről, ugye ez először is a beszédük, úgy néznek ki, mint a bárány, de úgy beszélnek, mint a sárkány, mint a kígyó, másrészt pedig az életüknek a gyümölcsei. Ugye ezt tanítja Jézus erről. A farizeusok is úgy voltak, hogy voltak közt olyanok, akik ellenségesek voltak, de megtértek, voltak olyanok, akik Jézust követték, de csak titokban, mint például Nikodémus, aki a legváratlanabb pillanatban lép elő Jézus halála után, hogy segítkezzen a temetésében, és voltak, akik kérdéseket tettek fel, akik meghívták Jézust a házukba, hogy eldöntsék, maguk is meggyőződjenek róla, hogy mi több, és voltak ellenségesek, tehát olyanok, akik végig szembeálltak Jézussal. De a dolognak az a lényege, hogy pont azért nem szabad ezt kiszaggatni, vagy eldönteni, vagy ráaggatni valakire ezeket a dolgokat idő előtt, mert mindenki változhat, és mindenki megtérhet.
Ami Júdást illeti, ő azon kevesek közé tartozik, akik betöltötték az írást. Júdás is megkapott mindent, tehát Jézus nem bánt vele rosszul, nem kivételezett vele, nem adott neki okot arra, hogy árulóvá legyen. Júdás is megtérhetett volna, megváltozhatott volna, és akkor másképp történik meg ez a dolog. De Jézus kezdettől fogva tudta, hogy Júdásban nincs élő és valódi hit, és ez azért érdekes, mert nem olvassuk, hogy Júdás, mikor ki lett küldve, nem tett csodákat, hogy a démonok neki nem engedelmeskedtek, és így tovább. Tehát bizony azt kell mondjuk, hogy ő rajta keresztül is működtek az isteni erők, és mégsem volt az istené. Tehát vannak ilyen emberek, mint a Simon Mágus és mások, akik óriási nagy kérdőjeleket hagynak bennünk ezzel kapcsolatban. Tehát nem gondolom, hogy Júdás ne térhetett volna meg, azt gondolom, hogy ha Júdás megtér, akkor lett volna más, aki ezt a dicsitelen szerepet betölti, akit a sátán meg tud ragadni és fel tudja használni erre a szerepre, mert az, hogy az írás beteljesedjen, az nem azt jelentette, hogy az iskarioti Júdás van megjövendőlve az írás beteljesedésére. Tehát igen, van Istennek egy terve, de Istennek nem egy olyan fajta forgatókönyve van, hogy minden előre meg van írva, és minden szereplőnek a szerepe meg van írva, hanem Isten emberekbe, személyekbe gondolkodik, és a személyek akarata, hite sok mindent alakít a valóságon, és sok mindent alakít a világon, de vannak olyan csomópontok, amiket Isten előre megmondott, amiket előre kijelentett, megmondta, hogy mit fog tenni, azt is megmondta, hogy ezek a dolgok mibe fognak torkolni, hova fognak vezetni, és hát nem tudom. Igazán igyekeztem mindent elkövetni, hogy ne szakadozzon az internet, fogalmam sincs, hogy miért szakadozik mégis, de hát szakadozik sajnos, úgyhogy hát az a helyzet, hogy akkor holnap reggel megint a felvételt föltesszük majd, hogy egybe is meg lehessen hallgatni, nézni a válaszokat. Mi itt minden eszközt leellenőriztünk, meg mindenfélét csináltunk vele, hogy ezt a szakadozást a elejét vegyük, de hát úgy látszik ez is kevés volt. Oké, tehát ha Júdás megtért volna, meggondolta volna magát, hitre jut, akkor más játszotta volna el ezt a szerepet. Bár kétségtelenül tény, hogy van tudatosság abban, hogy Jézus őt választotta, akiről tudta, hogy nem hisz. Oké, nézzük Gerda kérdését. Jó ide, hallgatom az ige hirdetéseit, és a kérdezd a rabbit felvetült bennem egy pár kérdés. Lehet butaságnak fog tűnni így első olvasatra, de én nagyon kezdő keresztény vagyok. Gyermekkoromtól fogva ezoterikus környezetben éltem, és masszív 17 év kábítás után tértem meg. Amit mondanom sem kell, hogy a környezetem nem ért, sokan elutasítják. Ebből az elutasításból fakad azon kérdésem, hogy ki volt, ki lehetett, egyáltalán volt-e Lillit, akiről ezoterikus körökben úgy tartják, hogy Ádám első asszonya volt. Azért kérdezem, mert többször bekóstoltak már ezzel, hogy a Biblia eltitkolt dolgokat, és Ádám Éva története se úgy volt. Egy ideje próbáltam hiteles forrást találni, de nem igazán sikerült. Ön szerint honnan ered ez a mendemonda? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ki a sátán, mert eddig azt hallottam róla, hogy bukott angyal, de a jelenlegi ismereteim szerint az angyalok nem rendelkeznek úgynevezett szabad akarattal, akkor hogy tudod fellázadni? Hát előre is elnézést kérek a bugyuta kérdésekért, azonban önben megbízom, ezért merem megkérdezni, válaszát előre is köszönöm. Nos hát, kedves Gerda, nagyon megtisztel a bizalmad. A kérdések sohasem bugyuták, tehát mikor az ember őszintén vágyakozik az igazság után, akkor az biztos, hogy egy remek és nagyszerű kérdés lesz, és Isten szíve szerint való, hogy keressük és kutassuk az igazságot. Tehát ami ugye Lilitet illeti, összesen egyszer fordul elő a Szentírásban. Ha jól emlékszem, Ézsaiás prófétánál a 14. fejezetben, amikor Babilon bukásáról van szó, illetve bocsánat, talán 34-ben, amikor Edom bukásáról van szó, és ugye Edom romhalmaz lesz, és csak a szellemeknek a játszótere lesz, és itt jelenik meg ez a bizonyos titokzatos Lillit, mint a démonok anyja. Van valóban egy régi drus, egy úgynevezett midrás a zsidó hagyományban, ami beszél arról, hogy Ádámnak a társát ugyanúgy Isten a földből alkotta meg, mint Ádámot magát,
de ez lett volna Lillit, és a Lillit ebből kifolyólag egyenrangúnak gondolta magát Ádámmal, nem akart neki engedelmeskedni, és ezért elűzték az Édenből, és őt helyettesítendő, Isten már nem a földből, hanem Ádámnak ugye az oldalából vett ki húst és csontot, és abból alkotta meg Évát, hogy ne kérkedhessen az asszony azzal, hogy ő egyenrangú a férfival. Ennek semmilyen különösebb bibliai alapja nincsen, parancsunk is van az Új Szövetségben, hogy az ilyenfajta zsidó mítoszok, amik nem alkalmasak a hitben való növekedésre, ezekkel ne foglalkozzunk. De maga a történet innen ered, és aztán Lilitet egyébként a nőmozgalmak karolták fel, pontosan ezért a történetért, csak megfordított előjellel, amikor a szüfrazsettek meg az egyéb ilyen női egyenjogúságért harcoló népek a 20. század környékén gyakran felemlegették őt, mint a büszke önérzetes nőt, aki nem hagyta, hogy Ádám csak úgy leuralja őt, és nem tudom én micsoda, és ebből kifolyólag ez a Lillit újból népszerűvé vált, és a Lillit legendák újból népszerűvé váltak. Van egy olyan ezoterikus történet, bár őszintén szólva én nem vagyok ezekben túl jártas, mivel hogy a Biblia tiltja ezeket, tehát kifejezetten az ördögi tevékenységnek tartja ezeket. És hát nem csoda, hogy a hazugság atya azt hazudja, hogy a Bibliából kimaradtak dolgok. Amire szükségünk van, az mind benne van a Szentírásban, és ami azzal nem harmonizál, azt nyugodtan el lehet vetni. Szóval az tartották még Lilitről, hogy gyakorlatilag Isten elküldött három angyalt, nevük is van, nem érdekes, akik megölték Lilitnek a gyermekeit, és ezért Lilit bosszúból, ugye Évának a gyermekeit öldösi, és ezért nem szabad gyerekeket egyedül hagyni a házba, mert a Lilit betalálhatja őket. De ezek, mondom, még egyszer babonás történetek, semmi közük nincs a bibliai igazságokhoz, különösen az Új Szövetségben, akik Jézus Krisztusban vannak, őben van, benne vannak elrejtve, és hatalmuk van mindenfajta gonosz szellem fölött. Ugye a Biblia kifejezetten óv bennünket, most az ezoteriára visszatérve, hogy az angyalok tisztelésében, vagy a természet fölötti dolgok kutatásába túlságosan elmerüljünk, pontosan azért, mert nekünk Jézus Krisztus személyébe kell elmerülnünk, és nem az egyéb szellemi dolgokban, melyekben a Biblia nem is ad túl nagy bepillantást, tulajdonképpen csak így a kulcslukon enged minket ebbe belesni, mert nem, számunkra nyilván nem ez a lényeges, és nem ez a fontos, és kifejezetten azt mondja, hogy akik elvesznek ezekben az ezoterikus babonákban, az angyalok tiszteletében, azok az emberek leveszik a szemüket a fejről, és az életükben megáll a fejlődés, és megáll a növekedés, és ezt nagyon-nagyon rosszul teszik, és hasonlók az oktalan állathoz, amiket aztán végül megfognak, mert belekeverednek ezekbe az ezoterikus okkult dolgokba, és ott a démonok átverik őket, és csapdába ejtik őket, mert nem ismerik ki magukat ebben a világban, és az egész egy nagy csapda, egy nagy hazugság. Sátán valóban egy bukott angyal, ugye a második kérdésre kitérve, az angyalok korlátozott szabad akarattal rendelkeznek, tulajdonképpen rendelkeznek szabad akarattal, mert ugye a szabad akarat a döntés szabadsága. Miben dönthetünk, miben nem dönthetünk. Bizonyos értelemben mi sem rendelkezünk teljes, totális szabad akarattal, mert hogy nem választhatjuk meg, hogy mikor szülessünk, meg hova szülessünk, ezek nem a mi döntésünk, ezekben nem dönthetünk. Ebben az értelemben nincs ezekben szabad akaratunk. Minden, de nagyon sok mindenben van, és az ember az a teremtett lények közül, amelyiknek a leginkább szabad akarata van, és aki ebben a szabad akaratban ki tud teljesedni, és a teljes szabadságot Krisztusban lehet megismerni és elérni, hiszen Jézus azt mondja, akit a fiú megszabadít, az valóságosan, tökéletesen szabad. Tehát nem teljesen igaz az, hogy az angyaloknak nincs szabad akaratuk, bizonyos területeken van, más területeken korlátosak, a sátán is korlátos, és ezt onnan tudjuk, hogy ugye embergyilkos volt kezdettől fogva, de mégsem tudja az ember csak úgy legyilkolni, pedig ha rajta múlna, akkor tehetné, de ebben valami korlátozza, valami akadályozza, ebben nincs szabad akarata, hanem úgy tűnik, hogy először a bűn által maga alá kell gyűrnie a dolgozót, és azután van joga ahhoz, hogy kiterjessze a hatalmát rá, ennélkül nincs. Oké. Dezső kérdezte, mondanám, Dezső is népi zenekara, népes házi csoportja.
A szerdai kérdez a Rabbit sorozathoz küldünk néhány kérdést. Az Egy Királyok 21-ben azt olvassuk, és szólt az úr tesbites Illésnek mondván, nem láttad-e, hogy Akáb hogyan megalázta magát előttem, mivel, hogy pedig megalázta magát előttem, nem hozom rá a veszedelmet az ő életében, hanem csak az ő fia idejében hozom el a veszedelmet az ő házára. Ugye az előzménye ennek az volt, hogy Akháb Jézabel mesterkedésével ugye megöletik Nábótot, és a szőlőjét elfoglalják, és akkor Illés megjelenik, és azt mondja, hogy elfoglaltad, de ahol Nábótot megkövezték, ott fogják az ebek felnyalni a te véredet is, tehát egy kemény ítéletet mond, és kiírtom ugye Akháb házát, de erre Akháb bánkódni kezdett, megalázta magát Isten előtt, és akkor olvassuk ezt a történetet, hogy Isten megváltoztatja az ítéletet, illetve azt mondja, hogy az ítélet nem változik meg, csak egy kicsit eltolódik időben, és Akháb fiainak az idejében fog ez beteljesedni. Utána azt olvassuk, 2 Királyok 14, mikor azután a birodalom kezében megerősödött, megölte az ő szolgáit, akik a királyt, az ő atyát megölték. Ez ugye Akháziáról van szó, ez egy teljesen más történet, Judában vagyunk. De a gyilkosok fiait nem ölte meg, amint megvan írva Mózes törvénykönyvében, amelyet az úr megparancsolt és megmondta, meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért, kiki az ő bűneiért halljon meg. Mintha látszólagos ellentmondás lenne ebben a két ítéletben, tekintettel az Ezékiel 18.4-re és a Jeremiás 31.29-re, ugye mind a két próféta azzal a mondással foglalkozik, hogy az apák ették meg az egrest, és a fiak foga vásod bele. Illetve a fenti Jeremiás és Ezékiel igék hogyan értelmezendők a következő igék összefüggésében, és itt van négy ige felsorolva, ugye a 10 parancsolat és más egyéb idézetek, amik arról szólnak, hogy Isten nem hagyja a bűn büntetlenül, hanem megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. Ugye, ha a szöveget értelmeznünk kell, akkor kezdjük hátulról előre, akkor nagyon fontos látni, hogy itt nem arról van szó, hogy a fiakat az apák bűnéért büntetik meg, hanem arról van szó, hogy Isten 3-4 generációt vár, hogy hát ha valamelyik generáció szakít az apái bűnével, és nem jár az apái bűnének a nyomdokán. De az nem történik meg, akkor ugye a szövetségben tett ígéretek miatt bekövetkezik a büntetés, és akkor az a 4.-5. generáció, aki ugye elmélyedt, elsüllyedt a bűnben, az nem csak a saját bűneiért kapja meg a büntetést, hanem az ősök bűnéért is. Tehát itt nem arról van szó, hogy az atyák miatt büntetik meg a fiúkat, hanem arról van szó, hogyha 3-4-5 generáció sem tud megtérni egy bűnből, akkor Isten természet fölötti módon beavatkozik, és kiosztja a büntetést visszamenőleges hatállyal is. Tehát ez inkább a türelemről szól, arról, hogy Isten vár 4-5 generációt, mielőtt az ítéletet végrehajtaná. Ugye a Jeremiási meg az Ezékieli mondás, hogy az apák ették meg az egrest, és a fiak foga vásod bele, az annak az a lényege, vagy az értelme, hogy a fogságba ugye elment már az Izrael. Még áll a jeruzsálemi templom, még áll a város, nem rombolják le, és a fogságban levők, akik ott vannak, azt gondolják és azt mondogatják, hogy hát nem a saját bűneink miatt vagyunk mi itt a fogságban, hanem az apáink vétkeztek, és az apáink bűnéért nekünk kell bűnhődnünk, hát ez nem túl igazságos. Ugye a proféták azt mondják nekik, hogy ugye két dolgot mondanak, és a második a fontosabb a mi szempontunkból. Az első dolog az, hogy ez nem így van. Ha ti őszintén és szívből megtérnétek az apáitok bűneiből, akkor ez nem történt volna meg. Ha a ti nemzetéketek jobb lenne, és őszinte szívvel megtért volna azokból a bűnökből, amit az őseitek, akkor nem ülnétek a fogságba. Akkor megmenekülne Jeruzsálem, akkor megmenekülne a szentély, de ez nem így van. Ti sem vagytok különbek, mint az atyáitok, és bizony azért a bűnért válsék a ti fogatok is, amit az apáitok gyomdokain ti magatok is elkövettek. A másik, amit mondanak a proféták, ugye ez különösen Jeremiásnál látványos, hát itt van az új szövetség ígérete, és azt mondja, hogy lesznek napok, amikor nem mondja, hogy az apák bűneiért bűnhődünk, hanem mindenki saját bűneiért bűnhődik, mert az Úr egy új szövetséget köt.
És az új szövetségnek ez a lényeg, hogy mindenki magáért felel. Miért? Mert újjászületünk Krisztusban. A régiek elmúlnak, megszabadulunk az apáinktól örökölt hiába való életül, Krisztusból új életünk lesz, és ezért az új életért mi vagyunk felelősek. Nem számít, hogy ki volt az ősünk, meg semmilyenféle. És ezért borzasztó rossz tanítás, a generációs átkokról szóló tanítás, és borzasztó bibliátlan, és borzasztó tévedés, mert ezeket a dolgokat összekeveri. És azt mondja, hogy ha az ükapád bálványimádó volt, akkor még most is átkok, meg nem tudom, még gyötörnek, átkokkal gyötört téged az Isten. De ez két okból sem lehet így. Az egyik, hogy nem az új szövetség, nem az ószövetség. Ha az új szövetségben újjászülettél, akkor te Krisztusban vagy, és Krisztus nem lehet átkozott. A másik dolog meg, hogyha még ha úgy volna is, akkor is megvan írva, hogy Jézus Krisztus megszabadított minket a törvény átkától, de ez nyilván, ha nem voltunk a törvény alatt, akkor a törvény átka alatt sem voltunk soha, hiszen megvan írva, hogy a törvény azokhoz szól, akik a törvény alatt vannak. De még ha úgy lenne is, azt mondanánk is, akkor is megvan írva, hogy megszabadított Jézus Krisztus a törvény átkától. Következésképpen, akár így nézzük a dolgot, akár úgy nézzük a dolgot, ez nem így van, az atyánk bűneiért nem felelünk. Jelen lehetnek az életünkben rossz hagyományként, rossz tradícióként, rossz szokásként, olyan dologként, amit így kulturálisan, verbálisan, akárhogyan megörököltünk, de nem egy szellemi törvényszerűségként, hogy Isten egyszerűen az ükapád bálványimádása miatt téged büntet. Ez bár az Ószövetséggel is ellentétes, hangsúlyozom még egyszer, hogy ott sem erről volt szó. Na most akkor megérkezünk végül is az első kérdésünkhöz, visszafelé bontottuk ki a dolgokat, hogy mi a helyzet. Ugye Akhábnak Isten megítéli az ítéletet, az egész házát ki fogja írtani, de mivel Akháb megalázza magát, ezért azt mondja, hogy csak az ő fia idejében fog ez beteljesedni. Ugye a kérdés az, hogy ez nem ellenkezik-e azzal, amit az Isten kijelentett, és ugye Amászia meg is tett, hogy nem ölte meg a gyilkosok fiait, nekik nem kellett bűnhődniük a pucs miatt. De a következő ezzel kapcsolatban a helyzet, hogy itt nem arról van szó, hogy Akhábnak a fiát az apja bűnéért büntették volna csak. De pontosan erről van szó, hogy ugye megnézzük a történetet, akkor Jórámról van szó, az ő életébe teljesedik be ez a dolog. Ugye csak az egyszerűség kedvéért, Akháb után Amászia nevű fia uralkodik, ha jól emlékszem, aki 2 évet uralkodik, kiesik a házból, megbetegszik, ugye kibukik a lépcsőházból valahogy a korláton, súlyosan megsérül, és elküld Ekronba a Baal-Zebulhoz, hogy kérdeznék meg, hogy felépül-e, és ugye Illés elébe megy a követeknek, visszaküldi őket azzal az üzenettel, hogy meg fog halni a király, és úgy is lesz. Tehát látjuk, hogy Akháb fia követte az apja bűneit, bálványimádását és téveigését, nem szakított vele. És ugyanez a helyzet Jórámmal is, hogy Jórám egy picit jobb volt, ugye ezt megtudjuk a királyok könyvéből, nem volt olyan elvetemült, mint a testvére, aki meghalt, mert hogy ugye Akáziának nem volt gyereke, tehát egy másik Akháb gyermek, a testvére került trónra, ugye az öccse került trónra, ez a bizonyos Jórám, ő 12 évig uralkodott is, de Jórám uralkodásának vett véget Jéhu. És Jéhu teljesíti be ugye az Isten emberének a proféciáját, Illésnek a proféciáját, Akhábnak a házán. Itt azonban nem arról van szó, hogy az Akhábnak jár a büntetést, Jórám kapja meg, csak arról van szó, hogy mivel Akháb megalázta magát a proféta előtt, megalázta magát a proféta szavára az Istene előtt, ezért a büntetés elnapolódik némileg, és nem az ő korában történik meg. Hasonló dolgot látunk Jósiás királynál, aki ugye megtalálja a könyvtekercset, elküld Hulda próféta asszonyhoz, hogy tényleg így lesz neke, és akkor a Hulda azt mondja, így lesz, de mivel te kerested az urat, ezért nem látják meg a szemeid. Nem a te életedben fog megtörténni, hanem a fiadnak az életében fog megtörténni. Tehát itt is tulajdonképpen egyfajta kegyelemről van szó, nem Akhábnak magának kell végignézni, hogy az egész dinasztiája semmivé lesz, hanem a fiának kell majd ezt végignéznie, és megélnie. Az ítéletet nem változtatja meg az Isten, de Akháb megalázkodásával annyit elér, hogy nem az ő életében fog az ítélet beteljesedni. Tehát ezt így kell érteni. Remélem világos volt, ha nem, akkor írjatok újból.
Zsolt kérdezte, Isten áldjon Tamás, kérdezlek, hogy szabad-e keresztény embert hamvasztani, és ha igen, akkor a feltámadásnál hogyan fogja az Úr egybe szerkeszteni a testet? A kérdés természetesen a teljesen elbomlott testekre is vonatkozik, válaszolod előre is, köszönöm. Hát kedves Zsolt, a következő a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen nincs akadálya annak, hogy a testet elhamvasszuk. Ugye a testnek végtisztességet adunk a személy miatt. Tehát a testtel azért bánunk tisztelettel, mert ezzel fejezzük ki a személy iránti tiszteletünket. Ugye amikor, mit tudom én, Sault legyőzték, és a filiszteusok a Gilboa hegyén, akkor felnégyelték a testét, és kitették a várkapura, és jöttek Jábes Gilead lakói, éjszaka levették, és tisztességgel eltemették. Miért? Azért, mert Saul király ként való első ténykedése az volt, hogy őket megszabadította az ammoniták kezéből, és ők nem kellett, hogy megszégyenüljenek, levágják a jobb hüveik ujjukat, kinyomják a jobb szemüket, és rabszolgái legyenek Ammon királyának szégyen szemre, és ezért úgy gondolták, hogy ők is megadják a tisztességet Saulnak, aki őket megmentette ettől a megaláztatástól, az ő megaláztatásának is véget vetnek, és tisztességgel eltemetik Sault. Maga a test meg a funkcióját elvesztette azzal, hogy meghal, nem képes otthont adni a léleknek és a szellemnek, és így is úgy is porrá lesz, és elporlad, hogy ez pontosan milyen módon történik meg, hát ez tulajdonképpen édes mindegy. Hiszen ha maga a tűz általi hamvasztásnak bármilyen következménye lenne a test feltámadására, akkor azok az emberek, akik tűzben égtek meg, vagy azok a mártírok, akiket mágián égettek meg, azok se támadhatnának fel, de hát ez természetesen nem így van. Miért nem így van? Egyrészt azért, mert a testünkről Istennél van egy feljegyzés, ezt olvassuk a 139. Zsoltárban, hogy Isten alaktalan testünket már jó előre látta, és az ő tekercsében, az ő könyvében minden előre fel volt írva a csontjaink számától, a napjaink számáig bezárólag, tehát ezt ugye ez nem semmisül meg a testtel. Másrészt a 2. Korintus 5-ben azt olvassuk, hogy az újjászületett szellem öltözi fel magára a testet, tehát tulajdonképpen a feltámadást nem úgy kell elképzelni, hogy a porból össze kell keresni az alkotó részeket, hanem azt úgy kell elképzelni, mint ahogy itt a madárnak kinő a tolla, ugyanúgy a szellem és a lélek magára öltözi azt a testet, ami illik hozzá. Hiszen a testünk, a külsőnk is jelezni fogja majd a feltámadás után azt, hogy kik is vagyunk mi a Krisztusban, mi a rangunk, hol a helyünk az eljövendő világban, az Isten országában. Úgyhogy ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a testnek hogyan adják meg a végtisztességet, a koporsós temetése bibliai, hogyha nagyon szigorúan bibliait vennénk, akkor be kéne göngyölni az embereket gyolcsba, aloéval és mindenfélével, és elhelyezni a földnek az üregébe. Ez volt a szokásos temetés és a szokásos eljárás, de a test így is úgy is porrá lesz. A testtel tehát, mondom még egyszer, az ember miatt, aki benne lakott, az ő iránta való tiszteletet, ugye végtisztesség is, így is hívják, adjuk meg. A benne lakozó személy miatt bánunk a testtel tisztelettel és tisztességgel, és akár milyen módon is lesz porrá, a tiszteletet megadjuk neki. Oké. Na, hát akkor itt közben sorjáznak a megjegyzések, úgyhogy nézzük a mai termést. Azt mondja, kedves Tamás, kérdezi Barnabás, mi a véleményed az új szövetségi tized fizetésről, ige ilyen jár-e el az a gyülekezet, ahol a tized teljes egészében a lelkészek, teljes idejű szolgálók fizetésére megy el, hatalmas vagyont, halmozva fel, ezzel saját maguknak, köszönöm szépen a válaszod. Igen. Tehát a helyzet az, hogy ugye ami az Ószövetségben kötelesség, az az Új Szövetségben lehetőség, tehát az Új Szövetségben nincs kötelező tized, de a tized nem a törvényből ered, hanem Ábrahámtól és Jákobtól származik, már Ábrahám is valamilyen rejtésoknál fogva tizedet fizetett ugye a hadizsákmányból Melkiséreknek, Jákob pedig felajánlotta ugye a tizedét az Istennek arra az esetre, ha tényleg épségben tér vissza Háránból. És ez meg is történik.
arról nincs feljegyzés, hogy Jákob ezt a tizedet hogyan és miképpen teljesítette, de a lényeg az, hogy ez az Istennek felajánlott rész volt. Ugye az Új Szövetség azt mondja, hogy miként Ábrahám Melkisédeknek tizedet adott, nekünk is van egy Melkisédek rendje szerint való főpapunk, akinek Ábrahám tizedet fizetett, és miképpen mi is, ami Melkisédek rendje szerint való főpapunk kezéből elfogadjuk az áldást, a kenyeret, a bort, az úrvacsora színében, ugyanúgy megtehetjük, mint Ábrahám, hogy azzal tiszteljük meg őt, hogy ami egyébként is az övé, és amit ránk bízott, a jövedelmünknek a tizedét felajánljuk Istennek a céljaira. De hangsúlyozom, ez az Új Szövetségben önkéntes, senkit nem lehet erre kötelezni, nem lehet senkit átokkal fenyegetni, nem lehet senkinek azt mondani, hogy elloptad az Isten pénzét, hogyha nem fizetsz tizedet, vagy bármi efféle, ezt ennek, mint mindennek az Új Szövetségben hitből kell megtörténnie. Valaki ebben hisz, valaki ebben hitre jutott, akkor nagyon nagy áldás, de hangsúlyozom még egyszer, ez az Új Szövetségben az adakozásnak egy módja, és bármely más módon is lehet adakozni. Mi azért szoktuk javasolni mindenkinek, hogy legyenek ilyen szokásai, mert a szent szokások megtartanak bennünket a nehéz időszakokban, így az adakozásra például a tized egy nagyon jó szokás, a böjtölésre az, hogy az ember egy héten egy napot böjtöl, az jó szokás, az imádkozásra az, hogy az ember, mit tudom, reggel, meg este mindenképpen szán arra időt, hogy imádkozzon, ez mindenképpen jó, de nincs ebben előírás, tehát bármi más is jó, hogyha az ember ezt hitből teszi, és ahogy erre az Isten vezeti. Én tizedfizető vagyok, hiszek a tizedfizetésben, elmondtam már többször a bizonyságomat, itt most nem fogom megismételni, ha valakit érdekel, akkor rá tud keresni, fent van az interneten, ahogy engem az Isten ebben a dologban vezetett, és ez nekem nagyon nagy áldás, nagyon nagy öröm, úgyhogy szívesen is teszem. A kérdésed másik fele nyilván arra vonatkozik, hogy jó, te odaadod a tizedet mondjuk a gyülekezetnek, vagy az adományaidat, hogy mit kezdenek vele. Tehát itt nagyon fontos az, hogy ugyanolyan istenfélő módon kell bánni ezekkel az adományokkal, mint amilyen istenfélő módon az emberek adják, és hát sajnálatos, hogy ez nincs mindig így. Ugye egy bizonyos időben a gyülekezetek a lelkészeket rövid pórázon tartották, és ennek ellenhatásaként aztán Amerikában megjelent a Prosperity Gospelnek csúfol dolog, ami gyakorlatilag a siker evangéliumot jelenti, a bővölködés evangéliumát jelenti, és a bővölködést hirdető pásztorok nyilván fontosnak tartják, kvázi cégérük címerének tartják, hogy mint egy kérkedjenek a gazdagságokkal, ezüst van rajtuk, repülőjük van, elmesélik, hogy a házukban márványból van a fürdőkád, és aranyból a csap, és én nem tudom micsoda, ugye én láttam egy nigériai pásztort, aki mikor bevonult a gyülekezetbe, akkor pénzzel szórták meg valami afrikai szokásként, hát elég bizarr látni, hogy dobálják pénzzel az illetőt, és így tovább, és ő se hallgatja el azt, hogy mennyire gazdag, meg mennyire sikeres, és a keresztények körében, egy részében van erre affinitás. Én azt gondolom, hogy ez azért egy keresztény pilóta játék alapvetően, és nem túl tisztességes. Ugyanis a Biblia nagyon világosan azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti. Tehát az, hogyha van egy sikeres szolgáló, aki egy jó munkát visz, és akinek örömmel adakoznak, az jó dolog, azzal nincs semmi baj. Az, hogy ő teremt magának egzisztenciát, és az, hogy mondjuk egy tényleg egy hasznos munkát végző pásztor tud magának egy olyan egzisztenciát teremteni, mint egy tanár, vagy egy egyetemi adjunktus, vagy egy orvos, vagy egy nem tudom én, mérnök, és nem kell szegénységben nyomorognia, az ellen nekem semmi kifogásom nincs. Ahol problémák vannak, az nyilván az a pont, amikor milliókról, milliárdokról van szó, és hát itt ugye mindenki a lelkiismeretének, az adakozóinak és az Istennek tartozik ezügyben elszámolással. Zsolt kérdezi, kedves Tamás, Máté 25.51, Márk 15.38 azt írja, hogy a templom kárpítja ketté hasad felülről a keresztre feszítéskor, míg a Lukács 23.45 középen hasadt el, van valami jelentőség az eltérésnek. Nincs, ugye Lukács arra koncentrál, hogy ketté hasadt a kárpit középen,
a többiek pedig arra koncentrálnak, hogy ez a ketté hasadás felülről lefelé történt, és nem lentről fölfelé, ezzel is mint egy kifejezve, hogy kvázi Isten szakította szét a kárpitot. Van egy érdekes drus, egy midrás, amit a messiás jövő zsidók szoktak mondani, hogy Isten megszaggatta a ruháját, mikor a fia meghalt zsidó szokás szerint, ugye szét meg szokták szaggatni a ruhájukat az emberek ilyenkor, és hogy hát itt is ez történt. Ez egy nagy kedves sztori. A Biblia annyit mond, hogy azért szakadt szét a kárpit, mert az ígéret beteljesedett, és most már szabad bejárás van a szentek szentjébe, ami viszont nem a földön van, hanem a mennybe. Tehát közvetlenül a Fridládához, Isten trónjához lehet már járulni, mert ez az új szövetségnek az áldása, ami az Ószövetségben még el volt rejtve, és egy évben egyszer csak a főpap ígéretképpen mehetett be, az ilyen módon valósult meg az új szövetségben. Jenő írja, Isten áldjon, volna egy kérdésem, azt hallottam, hogy a lelki pásztorok azok szellemi atyánk, úgy gondolom ez nem így van, mert egy a szellemi atyánk, az pedig az atya. Igen, hát nyilván a lelki pásztoroknak dolguk az, hogy ügyeljenek a nyájra, hogy felvigyázói legyenek a nyájnak. És jó esetben a lelki pásztor érettebb ember, tehát egyfajta atyai szeretettel terelgeti a juhokat az ő életében. Nyilván, ha a lelki pásztorra a mennyei atyával való kapcsolatot ki akarja szorítani, és maga felé akarja ezt a kapcsolatot irányítani, az nem jó. Tehát ezért mondja Jézus, hogy ne nevezzetek senkit atyának, vagy tanítónak, vagy mesternek, mert ez nem azt jelenti, hogy ezek a címek mind rosszak és elvetendők, hanem azt jelenti, hogy senki sem léphet a mennyei atya helyére, senki sem léphet az égi mester helyére, senki sem léphet a szellemi tanító, a Szentlélek helyére az életünkben, bár ugye, hogy a vicc is mondja, igény az volna rá, tehát valóban vannak emberek, akik ezt szeretnék megtenni, de a pásztorok bizonyos értelemben szellemi atyák, ugye az első korintusi, illetve a második korintusi levélben azt olvassuk, hogy Pál azt mondja, hogy jön neki mindenféle apostolok, mindenféle ajánló levelekkel, elmondják, hogy én mennyire gyenge vagyok, ők meg mennyire jók, de hát ugye nekem nem kell hozzátok ajánló levél, mert ti magatok vagytok az én ajánló levelem, és lehet, hogy rengeteg tanítótok van, de atyátok csak egy van az Úrban, mert én szültelek benneteket, és a Galatáknak is egyszerű fájdalommal szüllek benneteket újból. Tehát azt gondolom, hogy egy ember annyi befolyást, atyaságot gyakoroljon egy másik ember fölött, amekkora áldozatot kész hozni érte, vagy hozott érte. Ezt lehet túlzásba is vinni, de azt sem lehet mondani, kedves Jenő, hogy ez egyáltalán nincs így. Tehát inkább, mint atya jó barátot kell a pásztorodat felfogni, aki jót akar neked, és vigyázza, őrzi a te lelkedet, és az van megparancsolva, hogy ha lehet, akkor ezt örömmel tegye, és ne sóhajtozva, mert mindegyikünknek, a neki is, meg neked is ez használ, hogyha örömmel végezheti a munkáját. Zsuzsa kérdezi, ez a bibliaiskola, amit említettél, online lesz, vagy valamilyen helyszínen személyes jelenléttel? Nem, online lesz a bibliaiskola, pontosan azért, mert nagyon sok helyről érdeklődnének iránta, és az utazást, meg ezeket a dolgokat nehéz megoldani. Meg lehetne oldani, de online tervezem, magam sem vagyok mindig szabad, és az esti órák tűnnek olyannak, amikor nyugodtan le tudnak ülni az emberek, és oda tudnak figyelni a dolgokra. Oké. János üzeni, nem megy a vicc, ne erőltesd. Hát, oké. Elfogadom. Főleg egy ilyen csővel viccelődni nem van egyszerű. Ez igaz. Enikő írja, azt mondja, még egy kérdés, szükséggyülekezetbe járunk, nem tudom most már hova menjek, csalódtam a 20 éve járó gyülimben, válaszát köszönöm. Hát a helyzet az, hogy nem önmagában a gyülekezet járásba járás fontos, hanem az fontos, hogy közösségben legyél keresztény testvéreiddel. Tehát én tudom, hogy egy gyülekezetben csalódni, pláne, hogyha az első nagy szerelem volt, az olyan tényleg, mint egy szerelmi csalódás, és az ember úgy van vele, hogy soha többet nem akarja magát ennek a szörnyű fájdalomnak kitenni, de a helyzet az, hogy mi juhok vagyunk, és a juhoknak a nyájban a helye.
Nem kell elkapkodni, nem kell elsietni, de a helyzet az, hogy jobb neked, hogyha körülvesznek hívő emberek, akik szeretnek téged, és akiket te is szerethetsz, mert ez a szellemi növekedésedhez és a fejlődésedhez elengedhetetlen. Ha egy olyan gyülekezetbe jársz, ahol börtönbe zárnak, elnyomnak, bedugnak a rácsoságyba, kiskorúságba tartanak, akkor az is gátja a szellemi fejlődésednek, és ahonnan eljöttél, akkor jól tetted, túl fogsz jutni ezen a fájdalmon, de a helyzet az, hogy ahhoz, hogy tovább tudj növekedni, erősödni az Úrban, szükséged van a testvéreidre. Hogy ez gyülekezetben, vagy milyen formában valósul meg, az egy másik kérdés, de nem maradj magadra, mert a magányos jó az az ordító oroszlánnak, meg a farkasoknak és minden egyéb ragadozóknak könnyebben a prédájává válik. Ha megnézed, a farkasok is úgy vadásznak, hogy rárontanak a nyájra, ami szétszalad, és aztán, hogyha látnak juhot, aki magányos, vagy beteg, vagy sánta, vagy gyenge, vagy erőtlen, akkor azt kipécézik maguknak, és annak akkor vége van. Ezért a juhoknak a nyájban a helye, neked is kapcsolatokban van a helyed, szeretett kapcsolatokban, testvéri szeretettel, megáldott kapcsolatokban, a veszteségeket le kell írni, a szálakat el kell varni, és ami jó, ami áldás, ami működik, azt viszont meg kell tartani, ápolni és gondozni kell, vagy ha nincs ilyen, akkor keresni kell. Keresni kell, mert ez a fejlődés. Bernadett kérdezi, kedves Tamás, ha Isten legyőzte a sátánt, miért engedi meg a sok gonoszságot a mai napig? Köszönöm válaszát. Hát jóságából engedi meg, nevezetesen nekünk ad választási lehetőséget, nekünk kell győzni. Ő győzött a kereszten, és ő bennünk él, és ösztönöz bennünket arra, hogy ha újjászülettünk, akkor éljünk, ugye a szellemből születtünk, akkor járjunk szellem szerint, ha hitből születtünk, éljünk a hitnek a szabályai szerint, és ki az, aki legyőzi a világot? Az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, ez a mi győzelmünk. Jelenések könyvében is azt olvassuk, hogy aki győz, annak így, aki győz, annak úgy. Az ígéretek azoknak szólnak, akik a hitük által győznek a gonoszság felett, és győznek a világ felett, és azért engedi Isten a gonoszságot a világban, bár nem engedi, mert ugye ő azt mondja, hogy ez az akarata ellen van, tehát annak ellenére, amit Isten akar, történik a gonoszság a világban, mert egyrészt azok, akik ma még a gonoszságot teszik, azok az emberek is megtérhetnek, és újjászülethetnek. Ugye mondtam már korábban, hogy Pál apostolban adott erre örök mintát az Isten, hogy aki egykor legáldázabb üldöző volt, az is meg tud térni, az is az igazság ismeretére el tud jutni. A másik oka pedig az, hogy az emberek nem hisznek, és ezért ki vannak szolgáltatva a hazugságnak, és a hazugság atyának, az embergyilkosnak, aki az embereket összeveszítik, elveszi a békességet a földről, és abban gyönyörködik, ha az emberek szenvednek, és ölik egymást. A győzelem, amit Jézus Krisztus a kereszten aratott, az pontosan a hitnek a győzelme, ő a hite által győzte le, és fegyverezte le az ellenséget, és tette lehetővé a számunkra, hogy ebben a győzelemben mi is osztozzunk, miként írva van, hogy mi többek vagyunk, mint győztesek Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által. Ugye a Róma 8-nak ez a konklúziója. Tehát Jézus legyőzte a sátánt, és ebben a győzelmében mi is osztozhatunk, és győzhetünk felette, és a világ amennyiben hitre tud jutni, vagy hitre jut, akkor szintén győzhet. Ha nagy a hit, és erős egy bibliai kultúra, van istenfélelem, akkor a bűn visszaszorul, ha pedig nincs, akkor a bűn előtör. Újból és újból. Igen. Solt kérdezi, szia Tamás, kérdésem lenne, hogy szabad-e keresztény testet hamvasztani? Igen, erre azt hiszem már válaszoltam. Robert kérdezi, szia Tamás, azt szeretném kérdezni, hogy úgy tudtam, hogy csak az atya örökké való, de mégis azt olvassuk, hogy Melkisédek napjai kezdetét sem tudjuk, hogy van ez. Igen, hát ugye a zsidókhoz írt levélnek az ige magyarázója azt mondja, hogy Melkisédeknek nincs nemzetségi táblázata. Se apja, se anyja, és papsága, tehát örök papság ezt a következtetést vonja le, hogy eleve Melkisédeknek azért nem közölte a nemzetségi táblázatát az Isten, mert azt akarta ezzel üzenni, hogy a Melkisédek rendje szerint
alatti főpap, aki felől megesküdött a 110. Zsoltárban, egy örökkévaló személy lesz, aki öröktől fogva származik, és az örökkévalóságig fogja ezt a papi címet viselni. Ez nem jelenti azt, hogy az a Melkisédek, húsvér Melkisédek, akikkel Ábrahám találkozott, ő is örök lett volna, hanem ez azt jelenti, hogy szándékosan nem írták le a nemzetség táblázatát, azt üzenve ezzel, hogy majd az új főpap, a Melkisédek rendje szerinti főpap, aki felől az Isten megesküdött a messiásra nézve, hogy ez majd örök lesz. Tehát ez egy ilyen módon előrevetítette, vagy prófétai módon előrejelezte a melkisédeki főpapságot. Nem jelenti azt, hogy maga ez a bizonyos Melkisédek is örökké való személy lett volna. Nikolett kérdezi, kedves Tamás, az lenne a kérdésem, hogy te mit gondolsz a médiumokról és minden olyan szeméről, aki arról számol, hogy találkozik szellemekkel, valóban lehetséges lenne ilyesféle kapcsolatteremtés, ha nem, akkor mik azok a bizonyítékok, amelyekkel az állítólagos szellemvadászok állnak elő, válaszolod előre is, köszönöm. Hát kedves Nikolett, ugye én nem tudom, miféle bizonyítékokkal állnak ők elő, de a Biblia beszél arról, hogy léteznek tisztátalan szellemek, gonosz szellemek, a szellemvilágban sokféle szellem van, egy tiszta szellem van, ez a Szent Szellem, ő az Istennek a szelleme, vagy ismerjük az Úr szellemeként, vagy Krisztus szellemeként, ezek mind ugyanannak a valóságnak a különféle elnevezései, de egy szellem van, ez a tiszta szellem. Ebben nagyon sok hazug szellem van, nagyon sok csaló szellem van, a Bibliában külön démonológia van, különféle elnevezések vannak a sedimek, vannak a jiddónék, vannak az ávok, vannak a száírok, meg a mindenféle fajta rendű szellemek és démonok. Ezekkel lehet találkozni, ezeket lehet megidézni, ezek adhattak információkat, akár a jövőről, akár a valóságról, de ez szigorúan tilos a Bibliában. Az 5 Mózes 18-ban van egy hosszú lista erről felsorolva, hogy a kánáni népek ilyenfajta mágiát, ilyenfajta okkult praktikákat gyakoroltak, és teljesen betöltötte őket ez a sok gonosz, hazug és tisztátalan szellem, és ez volt az egyik oka, hogy a Föld kiokátta őket, és el kellett hagyniuk a Földet, amit Isten Izrael fiainak adott. Tehát ez mind szigorúan tilos, mind bűn, súlyos bűn, mind Mózes törvénye szerint, és természetesen az Új Szövetségben is, hiszen egyetlen egy szellem van, akivel nekünk kapcsolatunk és közünk kell legyen, ez pedig a Szent Szellem, a tiszta szellem. Tehát igen, lehetséges, lehet információt kapni a szellemvilágból, a tisztátalan szellemvilágból, lehet erőt is kapni részlegesen, természetesen bizonyos dolgokat a jövőről, vagy másik emberről, ezek mind lehetnek valóságosak. Az én tapasztalatom az, hogy az ilyen mágus félék, 10-ből 9 sarlatán, tehát csaló. Egész egyszerűen maga is megtévesztett ember, és gyakorolja ezt az idióta szemfényvesztést a hiszékeny emberek pénztárcájának és életének a rovására. De akadt köztük egy-egy olyan, aki aztán valóban kinyúlt a szellemvilágban, valóban a szellemek megragadták őt, vagy ő rátalált valamilyen okkult forrásra, tisztátalan szellemre. Ezek csaló, hazug szellemek, akik azért vannak itt a földön, gyötörjék az embereket, ők az embergyilkosnak, a szolgái, a rablónak, a tolvajnak, az ördögnek a szolgái, és ha látszólag jót is tesznek az emberekkel, vagy látszólag jót is akarnak az embereknek, a velük való kapcsolat a hazugsággal és az ördöggel való kapcsolatot jelenti, amiből valóságos áldás, tartós áldás, jó, semmi szín alatt nem származik az embernek. Tehát ezektől a dolgoktól az a legjobb, ha mindenki távol tartja magát, de ez létező dolog. Életem eddig egyetlen könyvét egy olyan emberről írtam, Han Paliról, aki elmerült ezekben a dolgokban, nem sarlatán volt, hanem valóságosan, átélte ezeket a dolgokat, ha érdekel ez az ügy, akkor ezt a könyvet tudom neked ajánlani, fent van a Magyar Elektronikus Könyvtárban is, ha rákeresel így, hogy Han Pál menekülés, vagy Görbic Tamás menekülés, akkor meg fogod találni, és ott ez egy valóságos élettörténet, és ezen keresztül lehet meglátni, hogy ez hogyan is működik, és hogyan ejti törbe az embert, és hogyan teszi tönkre aztán az embert, milyennek az útja, módja. Oké.
Marcike üzeni, kedves Tamás, kérlek folytasd a sorozatot, mert áldás számunkra szükségünk van a rabbira, Isten áldja meg a szolgálatot. Köszönöm szépen. Fogom folytatni, tehát csak most egy kis nyári szünetre vonulnánk el, aztán majd szeptembertől folytatjuk. Ugye mi ezt elég régóta csináljuk a gyülekezetben, csak hát a karantén kikényszerített minket a Cibere térbe, és én örülök neki, hogy ha ezt élvezitek és szeretitek, egész biztosan ősztől majd valamilyen formában újjáélesztjük, nekem is muszáj az elfoglaltságaimat valahogy illeszteni. Oké. Igen. Tamás, kérdezném, hogy mi a véleményed arról, hogy Reinhard Bonke kinevezett követője Dániel Kolenda és a rasztás hajú, nem jut eszembe a neve. Sokszor látni őket a Vatikánban, és mindkettőről azt hallani, hogy a lovagrendhez tartoznak. Hát biztosítatlak, hogy semmiféle lovagrendhez nem tartoznak. Az, hogy valaki elmegy a Vatikánban, még nem jelenti azt, hogy se az, hogy behódolt, se az, hogy egyetért a katolicizmusnak az elveivel. Ugye az a helyzet, hogy ezek az emberek nagyon szem előtt vannak, és ezért aztán hát ki vannak téve annak is, hogy mindenféle, hát hogy mondjam, kétes információt mondanak róluk. Én mindkettőjüket találkoztam személyesen, kifejezetten jó benyomásom volt róla, ami nem jelenti azt, hogy akár a teológiájukban, akár a viselkedésükben, akár a szolgálatokban mindennel egyet kellene érteni. Kétségtelen, hogy Reinhard Bonke ezt a Dániel Kolenda nevű fiatalembert választottak a stábjából annak, hogy neki adja tovább azt a szolgálatot, amit ő elkezdett, és mondom, én nem vagyok ebben autentikus tanú, nem voltam ezeknél a dolgoknál, én is csak másodkézből, kiadványokból, innen-onnan tájékozódom, de azt látom, hogy ezt elég nagy hatékonysággal végzi. A rasztás hajóban nekem különösen azt tetszik, hogy ugye Todd White-nak hívják, hogy ő igyekszik a szeretet felől megközelíteni az evangéliumot, és ez nekem nagyon üdítő. Az ő munkásságát se ismerem olyan behatóan, hogy mernék véleményt mondani róla. Amit láttam belőle, az nekem szimpatikus volt, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem baj, hogyha egy ilyen furcsa kinézetű ember is megjelenik az emberek előtt, és hirdeti nekik az örömhírt. Úgyhogy kívánom, hogy Isten áldja meg őket, és adjon sok sikert a szolgálatukhoz. Részletes elemzésre mondom, azért nem vállalkoznám, mert annyira nem ismerem ezt a dolgot. János és Petra kérdezi, kedves Tamás, azt szeretnénk kérdezni, hogyha bizonyságot kaptunk, akkor kinek mondjuk el? Hitben testvéreinknek csak, vagy a világ nem hívő embertársainknak is? Tehát ugye a bizonyság az azt jelenti, hogy átéltük, hogy Isten valamit cselekedett az életünkben. Szólt, vagy tett, vagy felismertük Isten kezét a történésekben magunk körül, és tanúi vagyunk annak, hogy itt kérem szépen valamilyen isteni beavatkozás történt. Ez a bizonyság. Az, hogy ezt kinek mondjuk el, hát ez attól függ, hogy mi ez a bizonyság, kire tartozik. Valamit inkább az egyházban érdemes elmondani két okból, az egyik mások nem fogják érteni. Hogyha ez olyan történet, és írva is vagyon, hogy ugye a gyöngyeinket nevessük a disznók elé, nem való minden belső szent dolgot kivinni, mert ugye az ebek se ismerik fel, hogy a szentelt hús, nekik az tök mindegy, és a disznók sem értékelik azt, hogy ez igaz gyöngy, nekik ez csak hitvány eledel, és mert az ember megégetheti magát a legjobb szándékkal, tárta magát, a szívét olyanok előtt, akik képtelenek értékelni azt, amit ő átért. De vannak olyan bizonyságaink, amiket igen, megoszthatunk bárkivel, és azt mondhatjuk, hogy Isten így szólt hozzánk, Isten úgy megsegített bennünket, Isten így elrendezte a dolgainkat, és ezeket valószínűleg az Úr azért is teszi, hogy elmondjuk, mert az igaz bizonyság lelket ment meg. Az, hogy melyik bizonyságot hol érdemes elmondani, meg kinek érdemes elmondani, hát az nyilván a bizonyságtól magától függ, erre nagyon nehéz általános választ adni. Igen, Virág Gabi válaszolt is Jánoséknak, amit éjjel hallasz, vagy a fülbesugva hallasz, ordítsd a háztetőről, hát olyan is van, igen, de ez mondjuk elsősorban az üldözéses helyzetekre mondá az Úr, de lehet belőle ilyesfajta szabályt is fabrikálni. Péter írja, szia Tamás, ne hallgass az előttem írók, nagyon jó a humor, szombaton is többet nevettem, mint egész héten, sokkal jobb,
így fogyasztani Isten igéjét. Hát látod, Péter, ebből is kiderül, hogy nem vagyunk egyformák, van, akinek nem jön be a dolog, van, akinek meg bejön. Igen. Joli kérdezi, szia Tamás, mit lehet tenni, ha valaki külföldön dolgozik, és a gyülekezetben való járás nem annyira lehetséges? Hát nyilván nagyon jó, hogyha az ember külföldön dolgozik, és talál egy gyülekezetet, amiben be tud integrálódni. Ez általában tudni kell a nyelvet, vagy tudni kell egy olyan nyelvet, ami közös nyelv azokkal az emberekkel, tehát Németországban vagy vannak ott is angol nyelvű gyülekezetek, talán magyar nyelvű gyülekezeteket is lehet hébe-hóba találni, ezt tudom, hogy nem egyszerű, de két nagy előnye van, az egyik az, hogy közösségbe tudsz lenni a testvérekkel, van egy hely, egy forma, ahol az urat másokkal együtt dicsérheted, imádhatod, és mindenképpen jó. Másrészt pedig egy közösségre találhatsz, és egy közösség, főleg mikor az ember külföldön van, egyedül van, minden szempontból nagyon, nagyon jó és hasznos tud lenni. Tehát ennek rengeteg-rengeteg előnye van, ha az ember talál egy helyi gyülekezetet. Ha ez nem lehetséges, hát akkor íme, itt van a technika, a technológia, nem vagy egyedül, rengeteg-rengeteg dolgot megtalálhatsz az interneten, és épülhetsz szentséges hitedben, nem kell egyedül lenned. Igen, hát imádkozni pedig tudsz, Bibliát olvasni pedig tudsz, tehát ezek azért működnek. Edith kérdezi, tisztelt Tamás, legutóbb említette, hogy a mennyben nem szűnik meg az Isten megismerése, és az lesz a feladatunk, hogy tanítsuk, akiknek kevesebb az ismerete, ezt milyen ige szakasz alapján vallja. Egy másik kérdésem, hogy mit jelent a Biblia tanulmányozás gyakorlatilag, mondjuk amikor nem ige hirdetésre készül, hogyan gyakorolja ezt a mindennapokban. Igen, hát az igazság, hogy nem tudom én ezt egyetlen igére alapozni, kedves Edith, hogy mi lesz a feladatunk. Azt gondolom, hogy alapvetően az a feladatunk, hogy Istent megismerjük, hiszen erre vagyunk elhívva, a vele való közösségre, vele való szeretet kapcsolatra, és én nekem a leírásokból, amit akár a Jelenések könyvében, a Mennyei Jeruzsálemről látunk, akár pedig a Sion dalokban, vagy a Mennyei Jeruzsálemről olvasunk, például az Ézsaiás 60-ban, mert arról, hogy hogyan működik ez a dolog, nekem ebből ez jön le. Tehát nekem így áll össze a kép. Nyilván ez az én véleményem, és mint mondani szoktam, tényekkel nem vitatkozunk, nézetekkel lehet vitatkozni, de veszekedni ezen semmiképpen sem. Érdemes, ha valaki ezt nem fogadja el, nekem nem probléma. Én így látom. A Biblia tanulmányozás gyakorlatilag, hát én ugye abban a helyzetben vagyok, hogy lelkészként az egész napomat azzal töltöm, hogy különböző kérdésekkel szembesülök, és ezekre a kérdésekre válaszokat keresek. Ezzel együtt én mindenkinek ajánlom, hogy rendszeresen olvassa a Bibliát, olvassa körbe a Bibliát, az mindig hasznos, mindig jó. El szoktam mondani, hogy az olyan, mint a puzzle játék, minél többet olvassa körbe az ember a Bibliát, annál teljesebb képet kezd el látni az Istennek a dolgaira, az Istennek a terveiről, egyre több dolog kerül a helyére, mert az egyik könyvből megérti ezt, a másikból megérti azt, és utána a következő, mikor megint visszamegy, akkor már még több puzzle részlet van fent a táblán, és akkor másokat is a helyére tud tenni, és egyre mélyebb és egyre jobb lesz az embernek a megértése. Úgyhogy itt nem elsősorban az ismeretről van szó, hanem a táplálkozásról, hiszen írva van, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik, és Isten akar hozzánk beszélni, akar hozzánk szólni, akar bennünket tanítani, a pásztorokon, tanítókon keresztül éppen úgy, mint a saját igekamránkban, imakamránkban, tehát ez nagyon fontos. Nekem is vannak időszakok, tehát most is érdekelek bizonyos témák, ugye most Dániel könyvét tanulmányozom, és akkor azt nézem előről, hátulról, szétszedem, összerakom, mindaddig, amíg össze nem áll valami ebben a dologban a fejemben, és nekem ilyen időszakaim vannak, tehát általában én egy-egy könyvet szoktam elővenni, vagy egy hosszabb könyvnek egy-egy részét, egy-egy zárt egységét, amit próbálok tanulmányozni, de ez nem feltétlenül követendő minta. Az is teljesen jó, hogyha valakinek van valami, nem tudom én, milyen sémája, ami szerint olvasgatja a Bibliáját, vagy ötletszerűen olvasgatja. A lényeg az, hogy olvassa.
Marian kérdezi, szia Tamás, szerinted a vérfolyásos asszony 12 évig folyamatosan menstruált, mert ha igen, akkor elvérzett volna. Mit jelenthetett az, hogy 12 évig vérfolyásos? Hát nyilván ez azt jelenti, hogy nem menstruált, hanem volt valami rendellenesség a méhében, és újból folyt a vére. Való igaz, hogyha ez állandóan megtörtént volna, akkor elvérzett volna, ebből arra következtetünk, hogy ez időszakosan történt meg, de nem rendesen, hanem rendszeresen, hanem rendellenesen és rendszertelenül. És ugye ez őt tisztátalanná tette, és azt eredményezte, hogy nem élhetett házas élhetett, ha volt férje, vagy egyszer nem mehetett férjhez. Tehát ez egy olyan betegség volt, ami vérzéssel járt, de nyilván nem járt olyan vérzéssel, hogy minden nap nagy mennyiségű vért vesztett volna, valószínűleg időről időre. Ugye ilyen most is van, én ehhez annyira nem értek, de hát vannak ilyen miómák, meg én nem tudom micsodák, de nagyon sok nő szenved sajnos különféle ilyenfajta bajoktól, ideig, óráig, vagy hosszabb ideig, úgyhogy sajnos ez most is ilyen értelemben proféta, ilyen probléma. Igen. Sándor kérdezi, el lehet-e veszíteni az üdvösséget, hol a határ? Hát az én véleményem az, hogy ugye azt mondja a Biblia, hogy hitáltal lehet elnyerni az üdvösséget, a názareti Jézusba, mint a Krisztusba, az Isten fiába vetett hit által, és ha az ember ezt a hitét elveszti, az üdvösségét is elveszti. Nem cselekedetekből üdvözülünk, nem is cselekedetek által veszítjük el az üdvösséget. Hogyha a hithez nem ragaszkodunk, nem vagyunk ebben kitartók mindvégig, hanem engedjük, hogy az ördög valahogy lerombolja, megrontsa, ellopja a hitünket, akkor azt gondolom, hogy az üdvösségünk is veszélybe kerül, és ezért ragaszkodni kell az üdvözítő hithez. Ugye szoktam hangsúlyozni, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit az üdvözítő hit. És ezen a hiten, mint egy fundamentumon, aztán mindenféle egyéb hitek épülnek fel, Pál mondja, hogy senki nem vethet más fundamentumot, de aztán ezen a fundamentumon folyik egy építkezés, jönnek a különféle tanítók, hoznak szénát, fát, pozdorját, vagy aranyat, ezüstöt, gyöngyöt, te ezt elfogadod, azt elfogadod. Ha szélát, fát, pozdorját sikerült ráépíteni, akkor ez megég az ítéletkor, elvész, azok az erőfeszítések semmivé lesznek. Ha viszont értékes dolgokat sikerült ráépíteni erre a fundamentumra, akkor éppen megint azt jelzi nekem, hogy leszakadtunk a netről. Szóval sikerült értékes dolgokat rá építeni erre a fundamentumra, akkor annak az az eredménye, hogy megmarad, amit építettél, és kiállja az ítéletnek a próbáját. Ez azt is jelenti, hogy ezen az üdvözítő hiten, ezen a fundamentumon sok más hit épül fel, és ezeknek a hiteknek a felépüléséből áll össze maga a hitélete, maga a hitéleted, maga a személyiséged, és ezek a dolgok. Úgyhogy az, hogy nincs hite az embernek a gyógyulásban, vagy a nyelveken szólásban, vagy nincs hite ebben, nincs hite abban, ez önmagában nem probléma. Amíg hiszi, hogy Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia, addig ez az üdvözítő hit őt üdvözíti. Ehhez a hithez kell ragaszkodni, ezt a hitet kell mindvégig állhatatosan megtartani. Én így olvasom a Szentírásban. Oké. Erika kérdezi, 23 éves vagyok, anyósom egyedül a családban, Jehova tanúja, egy házban, de külön lakásban lakunk, jól kijövünk, szeretjük egymást, de amikor rákezd a 144 ezerre, meg a Jehova neve, meg az ő törvényeik így, meg úgy, akkor vagy menekülök, vagy belemegyek a szócsatában, amiben ő nagyon kiképzett. Semmi élő kapcsolata sincs Istennel, Jehova tanúival annál inkább. Szeretnék békességben élni, és nem tiszteletlen, sem tiszteletlen, sem szeretnék lenni, sem menekülni, nem akarok egész életemben. Mit javasolsz, hogy kéne viselkednem? Hát azt én őszinte örömmel hallom, hogy jól tök szeretitek egymást. Én azt gondolom, hogy a hitvitákba óvatosan kell belemenni, ugye, ahogy az előbb is mondtam, az üdvözítő a hit az, hogy bizonyal Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia, és hogy ő meghalt a bűneinkért, és feltámadt a megigazulásunkért.
ezt kell erősíteni, és a bibliai igazságokat kell erősíteni. Szerintem egymást győzködni annyira nem érdemes, inkább mindenki elmondja a hitét, vallja meg a hitét, és hagyja meg a szabadságát a másiknak, hogy ezzel tud kezdeni, vagy nem tud valamit kezdeni. Tehát, hogyha az anyós minden áron téríteni akar téged, akkor valahogy egyezzetek meg abban, hogy oké, ő elmondhatja, hogy miben hisz, de cserébe ugyanannyi időben meghallgatja, hogy te miben hiszel, és egyszerűen hitet cseréltek, és nagyon fontos, hogy az ember ragaszkodjon ahhoz, amit Krisztusból megértett, amit Krisztusból megismert, és hogyha meg tudtok abban egyezni, hogy te nem teszed életed céljává az anyósodnak az áttérítését, cserébe ő se tesz élete céljává a te áttérítésedet, akkor azt gondolom, hogy a szeretet és a békesség kötelékében nagyobb előre haladást fogtok elérni abban is, hogy meglátjátok, hogy sokkal több közös van bennetek, és aztán ezen a fundamentumon majd lehet tovább építkezni, és fogsz Istentől kapni olyan dolgokat, amelyek segíteni fognak az anyósoddal való kapcsolatodban. Szilvia kérdezi, kedves Tamás, meg szeretném kérdezni, hogy mit szólsz a gyülekezetben a dicséret alatti zászló lengetésről, egy Istent kereső lehet, ez megzavarhat, először szembesül ilyesmivel, köszönöm a választ. Hát nézd, én azt gondolom, hogy szabadsága van minden gyülekezetnek kialakítani azt a módot, ahogy Istent dicséri, halkan, hangosan, orgonával, rockzenével, zászlóval vagy anélkül. Tehát én azt gondolom, hogy ebben is az az igaz, hogy mindenek épülésre legyenek. Ha a gyülekezet úgy ítéli meg, hogy ez épít, akkor nincs ezzel a világon semmi baj. Nyilván érdemes végig gondolni, hogy ezek a dolgokat elriasztják az embereket, vagy nem riasztják el az embereket. De azt gondolom, hogy ebben teljes szabadságunk van. Hidd el, hogyha valaki meg fog térni, akkor a Szentlélek vonzására fog megtérni, és kevésbé a külsőségek fogják őt elriasztani. Vagy ha ezek elriasztják, akkor majd a Szentlélek elvezet egy másik helyre, ahol nincs ilyen, és akkor ott meg tud térni. Tehát abban kell bízni, hogy Isten fogja ezeknek az embereknek a kezét, és nem a mi zászló lengetésünkön, vagy a zászló nem lengetésünkön fog az emberek megtérése múlni. Általában is ez a véleményem, tehát, hogy lehet balettáncolni, lehet sok mindent csinálni, csak az fontos, hogy a látvány maga épületes legyen. Tehát az a gyülekezetet felvidítsa a szónak nem a groteszk értelmében, tehát hogy amikor az emberek ezt csinálják, akkor a gyülekezet többsége azért úgy érezze, hogy ezáltal közelebb kerül Istenhez, ha nem, tehát akkor ugyanaz van, mint a nyelveken szólással, hogy mindenki csinálja magának meg az Istennek, és tegye ezt nagy örömmel, nagy háladással, és mondom, mindaddig, amíg a többieket nem zavarja a szentséges épülésükben, addig ebben én nem látok problémát önmagában. Oké. Messze áll a üzenet, üdv mindenkinek, bocsánat, csak felbotnám nekem ezt a live-ot a YouTube, gondoltam, beköszönök. Hát, kedves Messze áll, szeretettel köszöntünk mi is, jó, hogy itt vagy. Ha van kérdésed, bátran tedd fel. Krisztina kérdezi, kedves Tamás, miért van az, hogy aki kijött az okkultizmusból, hosszú idő kell, mire teljesen szabad lesz. Pár ismerősöm volt ebben régebb óta, keresztények már, de egytől egyig arról számoltak be számomra, hogy hosszú idő kellett, mire szabadultak végleg. Miért van ez? Ez egy terápia-e az új részéről? Hát az a helyzet, hogy az én tapasztalatom ezzel ellentétes, van, aki nehezen szabadul, van, aki gyorsan szabadul, ez így van a cigarettától, a drogon át, az akármíg bezárólag. Nem gondolom, hogy ezt általános érvényűnek lehetne tekinteni. Nyilván, hogyha valaki nagyon belemerült egy ilyen dologba, akkor azért ez nyomot hagy a gondolkozásán, nyomot hagy a lelkén, nyomot hagy a módon, ahogy a világ dolgaihoz hozzááll.
és hát valahogy gyógyulnia kell nyilvánvalóan, át kell tanulnia nagyon sok mindent, főleg, hogyha hosszú évekig, vagy nagyon intenzíven csinálta ezeket a dolgokat, meg kell térnie, meg kell szabadulnia, hátra kell hagyni ezeket a kötelékeket. Én szerintem ilyen esetben kifejezetten jó, hogyha megszabadul még a tárgyaktól is, a ruháktól is, amik ezekhez a régi dolgokhoz kötik őt, és csinál egy tabula rázát, és vízbe merül, és maga mögött hagyja ezt az egész történetet, dolgot, hogy ne legyen semmi, amihez ezek a tisztátalan szellemek kötődhetnek az életében lehetőség szerint. És aztán ugye a hitben ugyanúgy növekednie kell, mint mindenki másnak. És ez nem könnyű, ugye Simon Mágus esete mutatja, hogy ő is hit megkeresztelkedett, elcsodálkozott, ámult az Úrnak a hatalmán és az Úrnak az erején, de a szíve nem tudott még megtisztulni abból a gondolkodásból, amit mágusként összeszedett, és beleütközött Péter atyánk fiába. Emese kérdezi, kedves Tamás, mi a véleményed, mennyire számít bűnnek, ha egy nő és férfi között szerelem alakult ki, akik másodfokú unokatestvérek, de érzelem köti őket össze, nincsenek együtt, de mindkettő szenved. Hát a jó hírem az, hogy a másodfokú unokatestvérekre tudtommal nem vonatkozik semmiféle tilalom, az unokatestvérekre igen. Ha netán össze szeretnének házasodni, akkor mindenképpen érdemes valami fajta genetikai vizsgálatot kérni, hogy ugye az utódok, a gyermekekre nézve mekkora veszélyt jelent ez a rokonsági fok, de nem tudok róla, hogy másodfokúnak a testvérekkel kapcsolatban bármilyen féle tilalom létezne a Szentírásban. Tehát az elsőfokú unokatestvérekre, féltestvérekre és természetesen édes testvérekre van ilyesfajta tilalom, de másodfokú unokatestvérekről én nem tudok. Oké. Újból megszakadtunk, de ezúttal sem a röhögéstől. István kérdezi, tisztelt Tamás, mit gondol a predesztinációról, tanítja a Biblia? Itt nekem mindenféle hiba üzenetek jönnek most, hogy lassú az internet, meg az egyéb dolgok. Lehet, hogy nem bírunk újraindulni. Őszintén szólva már fogalmam sincs, hogy megyünk-e vagy nem. De a lényeg, hogy István tehát azt kérdezte, hogy tisztelt Tamás, mit gondol a predesztinációról, tanítja a Biblia. A helyzet az, hogy ugye a predesztináció ott megtévesztő az ember számára, hogyha úgy gondolkodik, hogy úgyis Isten előre mindent kijelölt, teljesen fölösleges nekem erőlködni, meg akarni, meg bármilyenféle. Ugye a legegyszerűbben úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy a mennyország kapujára az van kiírva, gyertek én hozzám mindnyájan, és amikor belépsz ezen a kapun, és hátrafordulsz, akkor belül is van egy felirat, nevezetesen az, hogy nem jött senki hozzám, akit nem az atya volt. Tehát a predesztináció hívőknek van, a hívők értik meg azt, hogy Isten már régóta, régtől fogva munkálkodik az életükben, de amíg a kapun kívül van az ember, addig egy dolog számít, hogy Isten mindenkit hív, és amikor érzed, hogy Isten hív téged, akkor dönts emellett a hívás mellett. És a te akaratod ebben nagyon lényeges és fontos dolog. Most ennél mélyebben nem szeretnék ebbe belemenni, mert ez egy nagyon nagy téma. Nyilván abból, amit elmondtam, kiderül, hogy a kálvinista predesztinációban nem hiszek, nem hiszem, hogy Isten öröktől fogva embereket kiválasztott arra, hogy elkárhozzanak és a gehennába kössenek ki, azzal együtt, hogy lesznek ilyen emberek. És abban sem hiszek, hogyha Isten valakit arra választott ki, hogy üdvözüljön, akkor ő a kezét, lábát összetöri, az ellenkező irányba megy, akkor is üdvözülni fog. Szerintem ezek a dolgok nem így működnek, ezeket nem így kell felfogni. A predesztináció, mondom még egyszer, annak van,
az fedezi fel, az érti meg, aki belépett az üdvösség kapuján, és jár Istennel, és megismeri Isten személyét, és felfedezi azt, hogy Isten nem rögtön össze, hanem öröktől fogva mindent gondosan eltervezett, és mindent a saját akarata szerint cselekszik meg. Hogyha ezt úgy értelmezzük, hogy az életünkre előre megvan írva egy forgatókönyv, és mi nem számítunk, a döntéseink nem számítanak, az akaratunk nem számít, vagy csak egy kesztyűbábok vagyunk Isten kezén, vagy valami ilyesmi, akkor teljes mértékben félreértjük ezeket a tanításokat. A sorsunkat meghatározza az, hogy milyen döntéseket hozunk, milyen elhatározásokat hozunk. A hitben megélt, megharcolt, saját, személyes döntéseink alakítják, a jellemünket alakítják, a sorsunkat és a jövőbeni szerepünket is, az eljövendő világban betöltött helyünket is ezek határozzák meg. És hogyha valaki a predesztináció tant félreértve ilyenfajta fatalizmusba süllyed, hogy úgyis az történik, amit az Isten akar, akkor ez teljes mértékben vakvágányra viszi. Oké, Attila kérdezi, szervusz Tamás, nemrég néztem egy skifit, amiben egy haldokló nő lelkét, Nösámá Ruach, töltötték le egy kábelen keresztül, ami az agyába volt vezetve. Gondolom, hogy tovább fog létezni, mint egy algoritmus. Szerinted ez lehetséges lesz a jövőben? Hát a helyzet az, hogy a szellemnek és a léleknek pontosan az a lényege, hogy ez nem anyagi természetű. Következésképpen nem lehet kódolni, még bináris kódba se lehet lefejteni, nem lehet egy madzagot ide-oda áttölteni, mert ez nem így működik. Ez nem része az anyagnak, nem kimutatható az anyagból, hanem ez szellemi természetű, a szellem valóságához tartozik, és ezért az anyagi valóság tartozó dolgokkal, még a legmodernebb számítógépekkel vagy derótokkal sem lehet ezeket ilyen módon ide-oda toszigálni. Megvan a maga törvényszerűsége annak, hogy a szellemek honnan hová mennek, meg mi történik velük, meg ilyesmi, de ez nem a kompjútervilág, vagy nem a skifi világba tartozik, tehát ez nem lehetséges, amit itt leírsz, ez nem így működik. Nikolett kérdezi, kedves Tamás, két kérdésem volna. Egyik kérdésem, hogy a homoszexualitás bűn, vagy csak akkor, ha testi kapcsolatot létesítenek ezen személyek, a másik pedig az, hogy miért úgy ábrázolják az ördögöt a filmekben, ahogy szarvakkal, bordó testtel, farokkal, és mit gondolsz az ilyen filmekről, főleg az ördögöt jónak akarják beállítani. Igen, hát ugye a homoszexualitás alapvetően az én tapasztalatom szerint háromfajta homoszexualitás létezik. Van a divat homoszexualitás, belekerül valaki egy ilyen körbe, és akkor homokost játszik. Ez tulajdonképpen ebből a legegyszerűbb megtérni, és ezt a legegyszerűbb abba hagyni, mert nem, ez nem a testből következik, hanem egyszerűen csak egy felvett szerep. Aztán van a homoszexualitás úgy, mint szexuális tévegés, mint személyiségzavar, amikor az emberben valamilyen zavar keletkezik, és ez kivetül a szexuális életére, a szexuális vonzalmaira, és ebből is viszonylag egyszerű megtérés, megszabadulni, mivel, hogy egy ilyesfajta személyiségzavarról van szó. Aztán van a homoszexualitásnak az a fajtája, amikor valaki homoszexuálisnak születik, és akarja, nem akarja, keresztény, nem keresztény, a teste úgy működik, ahogy. Nagyon, hát nem nagyon sok, de jó néhány olyan embert ismerek, aki keresztény családban nőttek fel. Ennek ellenére egyszerűen saját nemükhöz vonzódnak, már mindenki imádkozott értük, már imádkoztak, bőjtöltek, felkeresték mindenkit, akit lehetett, kiáltottak, könyörögtek, sírtak, mindent változtassa meg őket az Isten, de a testük úgy reagál, ahogy. Hát ez a nehezebb dió, mert itt valóban, hogyha valamilyen módon az Isten ebben nem avatkozik bele, akkor ez nem fog megváltozni. És ez önmagában az állapot, hogy valaki felfedezi magán, hogy ő akarata, szándéka és minden egyéb ellenére a saját neméhez vonzódik, ez nem bűn. A bűn az akkor kezdődik, ha valaki ezt ki is éli. Tehát így, ahogy mondod, párkapcsolatba kezd, szexuális életet él, stb. Ugyanez igaz egyébként a heteroszexualitásra is. Tehát a heteroszexualitás állapot sem bűn, az egy állapot. De hogyha valaki a szexualitását, legyen az hetero, elkezdi illegálisan használni, rossz dolgokra használni, akkor az a bűn kategóriába tartozik. Ugyanígy, hogyha egy homoszexuális a saját szexualitását elkezdi kiélni, megélni,
akkor az a bűn kategóriájába tartozik. Tehát én erről így gondolkodom, így látom én ezt a Szentírásban, a Bibliában. Tehát igen, egy homoszexuális is lehet keresztény, lehet újjászületett ember, járhat gyülekezetbe, csinálhatja a dolgait, de ezt a fajta a szexualitását nem élheti meg ezen a módon, mert az bűn lenne. És ez nehezen hangzik, tudom, mert ezt az embert, hogyha nem tud megszabadulni, Isten nem változtatja meg valamilyen természet fölötti módon ebből, akkor ez az ember kénytelen az életét úgy leélni, hogy a lényének ezt a részét valamilyen szinten elnyomja. De hozzá kell tennem, hogy a heteroszexuálisoknak is, ugye, ha szinglik például, akkor azért az elvárás, hogy ne éljék ki a szexuális indulataikat, sőt, egy házas embertől is elvárjuk, hogy ne legyen házasság törő, tehát bizonyos szexuális indulatokat már gondolat szintjén, vagy a vágy, a szándék szintjén is megfeszítsen, vagy akár egy heteroszexuális ember is kerülhet olyan helyzetbe, hogy a társa, mit tudom én, baleset, betegség, akármi folytán alkalmatlanná válik hónapokra, évekre, akár az élete hátralevő részében is arra, hogy szexuális életet éljen, és mégis fenn kell tartani a házasságot, és ennek a dolognak működnie kell, és akkor ilyen helyzetekben ő is arra van ítélve, hogy ezt kvázi önmagába elnyomja, vagy hogy is mondjam, szóval, hogy ezt nem tudja kiélni a lényének ezt a részét. És ez nem egy könnyű kérdés, nem egy egyszerű kérdés, de alapvetően azt gondolom, hogy a választóvonal az valahol itt kezdődik, és hogyha valaki ilyen típusú homoszexuális, akkor ő ezt nem élheti ki, mint ahogyha valaki pedofil, vagy nekrofil, vagy bármilyen más szexuális zavar van az életében, akkor ha hívő, és magát istenfélőnek tartja, akkor elvárható, hogy ezek ellen az indulatok ellen küzdjön, és ne élje ki. Oké. Miért úgy ábrázolják az ördögöt a filmekben? Ahogy hát azért, mert az írói fantáziának semmi sem szab határt. Ugye ez a középkorból, meg mindenféle vallásos, meg nem vallásos, meg ezoterikus, babonás dolgokból szedegetik össze az írók ezeket. Leginkább azért, hogy az emberek borzongjanak. Nyilván a bibliai értelemben a sátán, a vádló, az embergyilkos, az nem a barátunk. Ha őt jónak ábrázolják, akkor az egy óriási tévedés, a létező legnagyobb tévedés. Ha van az embernek áldáz és engesztelhetetlen ellensége, aki szüntelen csak rosszat akar neki, akkor az az ördög. És ezt egy biblia ismerő kereszténynek értenie és tudnia is kell. Oké. Szarvak, bordó test. Hát igen, ezt a szerzőktől kell megkérdezni, hogy ezt ugyan honnan vették. Ismét Juli kérdezi, a Tamás egyik prédikátor, József Prinz azt tanítja, hogy a 10 parancsolat az az Ószövetségre vonatkozott, mi a véleményed? Egyet értek vele, abban az értelemben, hogy az Ószövetség 613 parancsolatát ebben a 10 parancsolatban lehet összefoglalni, ezt a 10 parancsolatot is össze lehet foglalni kettőben, úgy, mint szeresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat, és gyakorlatilag Jézus ennyit ment át a magából a törvény parancsolataiból az Új Szövetségbe. A törvény tehát azért adatot, hogy megtanuljunk szeretni, azért adatot, hogy tudjuk, hogy egymást és az Istent hogyan szeressük, mert magunktól nem ment, mert elidegenedtünk az isteni élettől, a halott szellemünk miatt. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy a parancsolatok az Ószövetséghez tartoznak. Mi egy másik szövetségben vagyunk az Istennel, nem az Ószövetségben vagyunk az Istennel. Aki körülmetélkedik és bemegy az Ószövetség alá, az köteles minden parancsolatot megtartani, mind a 613-at, nem válogathat belőle. Az Új Szövetségben ezek a parancsolatok, ezek úgy vonatkoznak ránk, mint az Isten beszéde, mint az Isten igéje, amiből megtanulhatjuk, hogy Isten mit szeret, mit nem szeret. Isten nem változott meg, tehát mikor azt mondta, hogy ő nem szereti a válást, nem szereti a házasságtörést, és így tovább, akkor ez továbbra is így van. Tehát Isten nem szereti a gyilkosokat, nem szereti a házasságtörőket, nem szereti a tolvajokat, és ha valaki Isten félő és Istennek tetsző életet akar élni, akkor ezektől tartózkodnia kell. De a szövetség értelmében, abban az értelemben,
hogy ez a szövetség vonatkozik ránk, ezt nagyon fontos látni és tudni. Mi az új szövetség alatt vagyunk, és nem az ószövetség alatt. És azt is világosan látni kell, hogy egy ember nem lehet mind a két szövetség alatt egyszerre. Vagy az egyik, vagy a másik. És sajnos a keveredések ebből fakadnak. Tehát, hogyha úgy értenénk ezt a dolgot, hogy a 10 parancsolatot nem kell figyelembe venni, akkor tévednénk. Tehát az Isten igéje, az továbbra is Isten igéje, és írva van, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. Tehát ezek Istentől ihletett, hasznos dolgok a számunkra, és hogyha a törvénnyel törvényszerűen élünk, akkor hasznos lesz a számunkra. De nem ezek szerint, az igéik szerint kötött velük az Isten szövetséget, hanem az új szövetség igéi szerint, melyek meg vannak írva Jeremiás 31-ben, ki vannak fejtve a héberekhez írt levél 8. fejezetében. 4 nagyon fontos ígéretre alapul az új szövetség, és ezekben az ígéretekben az Isten a cselekvő fél, az ószövetség azon alapult, hogy nekünk mit kell tenni, vagy nem tenni, az új szövetség pedig azon alapszik, hogy Isten mit tesz az életünkben, és mi pedig a hitünkből kell, hogy cselekedjünk, a hitünkből kell éljünk, mert az igaz az ő hite által él. Tehát nem szabad a két szövetséget összekeverni, ez nem azt jelenti, hogy Isten eltörölte a törvény igéit, de nem vagyunk a törvény alatt, nem vagyunk a törvény szabta szövetség alatt. Már ezt jobban nem tudom elmagyarázni. Oké. Marian kérdezi, Gabit és Andit is megszabadította ebből a bűnből az Úr, kubinyi keresztény bizonyságot tettek, és a Fúris Tamásnál is, egy férfit a homoszexualitásból, hallottad ezeket a bizonyságokat? Igen, hallottam őket, és nagyon örülök neki, de Gabit és Andit és a kubinyi Karcsinak 10 éven keresztül kellett szeretnie, elfogadnia, pátyolgatnia, mire ez a szabadulás megtörtént az életükben. És ez a nagyon fontos, mert hogyha csak azt tapasztalták volna, amit legtöbb gyülekezetben tapasztalnak, hogy elutasítják, megbélyegzik, megvetik, kiközösítik őket, lenézik őket, leprásnak tartják őket, akkor valószínűleg ez a szabadulás sokkal nehezebben történt volna meg az életükben. Tehát nem könnyű téma ez, nem könnyű kérdés ez, de hála Isten, hogy az Úr támaszt kubinyi Karcsikat is, akiknek akkora a szívük, hogy ezeket az embereket befogadják, és szeretik, és ezzel lehetőséget teremtenek a számukra arra, hogy ők is megtérjenek teljes szívükből, és kigyógyuljanak bármi némi nyavajában is szenvedtek lelkiben, testiben, vagy szellemiben. Oké. Na jól van. Akkor Blanka kérdései következnek, itt az élőadás alatt nekem elfogytak a kérdések. Kedves Tamás, több kérdésem is összegyűlt a következő alkalomra, előre is elnézést, ha túl sok, nem szeretném elvenni az időt mások kérdései elől, ezért, ha úgy érzed jobbnak, nyugodtan vess el belőlük. Hát igen, de hát ugye ahhoz, hát próbáljunk haladni, aztán majd meglátjuk, meddig jutunk el. Az első kérdés, az Antikrisztus kapcsán feltételezhető, hogy zsidó származású lesz, mivel a zsidók részéről messiási elfogadottságot kap. Egyúttal a sok messiási profécia is illik majd rá, akár Krisztusra, hogy teljesítetés menjen végbe. Igen, én tudom, hogy ez egy nagyon népszerű elképzelés ezzel kapcsolatban, de én ezt nem osztom. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem így van. A döntő pont talán ebben abban van, hogy az apostáziát magát hogyan értelmezzük. Ugye a Tesszalonika levél azt mondja, hogy nem jelenik meg ugye az Antikrisztus addig, amíg meg nem történik az apostázia, a hittől való elszakadás. És itt sokan úgy gondolják, hogy a Krisztusba vetett hittől való elszakadás. Én magam is sokáig így gondoltam, mert így tanítottak. Egyre inkább azt látom azonban az írásból, hogy ez nem a keresztény egyháznak a Krisztustól való elszakadását jelenti, hanem a zsidóságnak a saját ábrahámi hitétől, a saját gyökereitől való elszakadást eredményezi. Ugye mondom, mindig tényekkel nem vitatkozunk, elméletekkel lehet vitatkozni, de nem érdemes rajtuk veszekedni. Ugye ez az elmélet, hogy milyen származású lesz az Antikrisztus, ez elmélet azért, mert nincs megírva, hogy zsidó származású lesz. Tehát maximum következtethetünk ezekre a dolgokra. Én úgy látom a Jelenések könyvében, hogy a tengerből jő elő az Antikrisztus, miután ugye a sátán levettetik és megáll a fövenyen, és előhívja maga kreatúráját, egyet a tengerből, egyet a földből, és nekem az, hogy a pogánybirodalmak képe jelenik itt meg, amelyek szintén a tengerből feljövő vadállatok voltak,
maga az Antikrisztus is onnan jön fel, nekem ez inkább azt sugallja, hogy pogány származású lesz ez az Antikrisztus. Ellenben a hamis illés, vagy ugye a hamis próféta, aki majd előtte a nagy jeleket tesz, és akkor a földből jön elő, akinek két szarva van, mint a báránynak, de úgy beszél, mint a sárkány, ő inkább hihető, hogy zsidó lesz, részben azért, mert a földből jön elő, részben azért, mert ő lesz majd az a hamis illés, aki pontosan azt akarja majd a zsidósággal elhitetni, hogy adja fel a mesiás várását, és inkább az Antikrisztusba higgyen. Tehát az apostázia én szerintem az, amikor a zsidók elfordulnak az ábrahámi hittől, és elfogadják az Antikrisztusnak a kultuszát, és az Antikrisztusnak a személyét, mint a kultusztárgyát, és mert ezzel tetőzik be a bálványimádás bűnét. Ugye ez a 70 év, amiről szól van, ez alapvetően Izrael fiaira ezekből az okokból szabatott. A bálványimádás volt a legfőbb bűnük, hogy nem ragaszkodtak ugye a szellemistenhez, a monoteizmushoz. És nekem logikusnak tűnik, és ha logikusnak tűnik, az azt jelenti, hogy elméletről beszélünk megint, hogy az Antikrisztus 7 éve is ilyesfajta bálványozás, elszakadás legyen. Inkább elfogadják az Antikrisztust, mint Ábrahám Jákob hitét, és ez lesz az a bizonyos apostázia, amikor megjelenik a törvénytipló. Tehát én inkább így gondolom ezt a dolgot. Hát nem a messiási proféciák fognak ráilleni, ha igen, akkor ezekről is hazudni fog, ugye a hitetés, a hazugság, az pont erről szól, és az antikrisztusi proféta. Az Antikrisztus is egy nagyon kimunkált valaki a Szentírásban, ugye a negatív példák Káintól, Ézsaun keresztül, Júdásig bezárólag, ezek mind antikrisztusi figurák voltak, és ugyanúgy előrevetítik az Antikrisztus személyét, mint ahogy a pozitív példák Énoktól, mit tudom én, Ábrahámon keresztül, Dávidig bezárólag előre vetítették Krisztusnak a példáit, mintáit, ugyanígy a negatív példák pedig az Antikrisztusét. Tehát ilyen szempontból elég jó korrajzot, jellemrajzot kapunk, de én nem látok meggyőző igét arra nézve, hogy zsidó származású lenne. Tehát ez a 80-as években volt nagyon népszerű tanítás, azóta azért már egy-egy mást talán bölcsebben látunk. Második kérdés, amikor Mózesnek részkígyót kell állítani a pusztában, miért pont kígyó volt a Krisztus előre vetítő szimbólum? Tudom, hogy a kígyómarásba kellett megmenekülniük, de számomra a kígyó képe mindig a sátán szimbólumát jelenti, ezért nem értem, hogy mi miatt lett Jézus is kígyóval párhuzam helyezve, és mi a jelentősége annak, hogy részből volt. Igen. Hát ez egy elég bonyolult dolog. Ugyanis nem maga a kígyó volt a Krisztus, Jézus nem mondta, hogy én vagyok a részkígyó, hanem azt mondta, hogy ahogy Mózes felemelte a részkígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát a felemelés módjára utalít Jézus elsősorban, és nem feltétlenül ezzel a bizonyos kígyóval azonosítja magát. De az is igaz, hogy ugye maga a bűn lett odaszegezve a keresztfára, a vádirat lett odaszegezve a keresztfára, a világ fejedelmének az ítélete megtörtént a kereszten, ahogy a kígyó elítélte Jézust, a sátán elítélte Jézust, valójában saját magát ítélte el. És ilyen értelemben a kereszt egyúttal a kígyónak az odaszegezését is jelentette. A helyzet egy picit bonyolultabb ennél, én tanítottam erről nem olyan régen, a részkígyóról a pusztában, úgyhogy ha részleteiben is érdekel, hogy miért, meg hogyan, akkor ezt javaslom, hogy ezt próbáld megkeresni, hogy részkígyó és Görbic Tamás bejutott a keresőbe, szerintem fel fogja neked adni. Valamikor januárban talán volt ez a dolog, nem olyan régen. Hogy miért volt részből, ennek két oka van, az egyik egy szójáték, ugye a náhas jelenti a kígyót, és a rezet is jelentés, hát tulajdonképpen ugye maga a szín és a tűz, ugye tüzes
kígyónak is fordítja az írás, mert ott a Szeráfim és a náhas, a részínű náhas váltakoznak egymással. A fő oka viszont az volt, hogy annak idején nem volt tükör, és hogy a réz szolgált tükörgyanánt, tehát amikor valakit megmart a kígyó, akkor nem volt elegendő így felpillantani erre a rézkígyó, hanem oda kellett menni, és tanulmányoznia kellett ezt a rézkígyót. És hogy tanulmányozta a rézkígyót, valójában a kígyóban meglátta saját magát. Tehát ez most is így van, ugye a kígyó megmar bennünket, különböző fájdalmak, szenvedések, nehézségek érnek bennünket, mit tudunk tenni? Oda megyünk a kereszthez, felnézünk Jézusra, aki a pogányoktól, a gonoszoktól ilyen ellene szóló támadást szenvedett el, hogy a Héberek 12.1-ben olvassuk, őt szemléljük, őt nézzük, és ő benne, meglátjuk saját magunkat, és meglátjuk ő benne a választ a saját szenvedésünkre, a saját fájdalmunkra. És ha nem arra nézünk, hogy a kígyó hogy mart meg bennünket, meg ki mart meg bennünket, meg stb., hanem ő ránézünk, akkor a szenvedéseket, az igazságtalanságokat és az egyebeket, amikkel ő mind keresztül ment, el tudjuk hordozni. Ha elárultak, ha igazságtalanul elítéltek bennünket, ha megrágalmaztak, ha megaláztak, ha megszégyenítettek, Jézus az mind átélte. Ott a kereszten, lemesztelenítve, megcsúfolva, kigúnyolva, szidalmazva, leköpve és minden módon, ha bármelyik megtörtént velünk, oda tudunk menni, rá tudunk nézni, és ha megértjük, hogy ő ezt miért tette, hogy hordozta el, honnan vette az erőt, miért így csinálta, miért csinálta, ahogy tanulmányozzuk, meglátjuk a saját magunkat benne, saját élethelyzünket, és meg tudunk gyógyulni. És nem leszünk megkeseredett, megmérgezett emberek. Úgyhogy ezért volt a réz. Harmadik kérdés, az angyalok milyen viszonyban vannak Istennel, szeretet köti őket az Úrhoz, mint az embereket, a szolgálatukat szeretetből végzik, vagy pusztán engedelmességből? Igen, hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, nem pontosan látunk azért ebbe a dologba bele. Először is tisztázni kell, hogy kétféle értelemben értjük mi az angyalokat. Az egyik értelme ennek az, hogy általában a mennyei lényekre értjük azt, hogy angyalok. Szigorúbb értelemben azt kell mondjuk, hogy a mennyei lényekből, amik sokfélék vannak, kerubok, szeráfok, trónangyalok, mindenféle szellemek, akkor lesz angyal, hogyha az illető küldetést kap. Mert hogy az angelos szó ugye ezt jelenti, héberben és görögben is az angyal szó küldöttet jelent. Tehát ez a szellemi lény kap Istentől egy feladatot, egy küldetést, és ettől lesz ő angyal. Küldött lesz, egy követ lesz, aki Istennek az erejét és Istennek az üzenetét hozza az embereknek. Ők alattvalók, tehát alapvetően szolgák, és azért beszélek erről nagyon óvatosan, mert az angyalok sok tekintetben kiválóbbak az embereknél, nagyszerűbbek nálunk embereknél, és így tovább, és így tovább. De a Héberekhez írt levélnek az első fejezete pontosan ezzel foglalkozik, hogy mi a fiú, meg mi az angyalok közt a különbség. Az ember, Ádám, kisebb az angyaloknál. A bukott ember pláne kisebb az angyaloknál. De a megdicsőült ember, a Krisztusban újjászületett ember nagyobbá tétetett az angyaloknál, és így olvassuk ennek az okfejtésnek a végén a Héberekhez írt levélben, hogy szolgáló szellemek az angyalok, elküldetvén azokért a szolgálatra, akik majd örökölni fogják az üdvösséget. És ez öröktől fogva így volt. Tehát az angyalokat Isten azért teremtette meg, hogy az üdvösségre kiválasztott embereket, vagy az üdvözülő embereket szolgálják már az üdvösség útján, és aztán majd az eljövendő világon is. Tehát ők nem olyan értelemben szolgák, mint ahogy az emberek között ezt megszoktuk, mert nem kényszerből szolgálnak, hanem ők ebben teljesednek ki, ez a lényüknek az értelme, a lényege, ők akkor boldogok, hogyha szolgálhatnak, akkor vannak a helyükön, hogyha szolgálhatnak, és ebben az értelemben ugye a szolgáló szellemek ők. Igen, amikor elmúlik ez a világ, és mind a mennyei Jeruzsálemben leszünk, nem lesz többé külön dimenzióban az emberiség a szellemi lényektől, mi lesz az angyalok szerepe, akik addig küldöttként, illetve a világ rendjének fenntartásáért feleltek. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert valóban ugye az angyalok felelnek a jelenlegi világ rendjének, a fenntartásáért, a törvények őrei ők,
És mikor elmúlik ez az ég, és elmúlik ez a föld, akkor az angyalok szerepe is megváltozik, és ezért mondja az írás, hogy az eget is újjá teremt Isten. Tehát újjá teremtem az eget, és újjá teremtem a földet. Nem csak a földet alkotja Isten, újjá, hanem az eget is, ami azt jelenti, hogy a szellem világban is megváltoznak a dolgok, az angyalok küldetése is megváltozik, de azt gondolom, hogy az eljövendő világban is ez lesz a dolguk, hogy az eljövendő világ rendjét felügyeljék. Tehát ezek kvázi olyanok, mint most a rendőrök, tűzoltók, meg a tiszti orvos, meg az ehhez hasonló tisztségviselők, akiknek az a feladatuk, hogy a társadalomban az ékes rendet, a jó rendet fenntartsák. Ehhez tudnám hasonlítani az én megértésem szerint. Oké. Ötödik kérdés, ott már nem lesz újjászületés, nem növekszik a lelkek száma, hanem lesz egy pont, aminél Isten teljes létszámúnak tekinti a teremtményeit. Az biztos, hogy nem úgy, mint a Földön, szaporodjatok, sokasodjatok, az nincs a mennyben. Tehát a mennyben megszűnik ez a szexualitás értelmében a férfi-nő, és nem lesz nemzés, és nem lesz születés. Az, hogy Isten létrehoz-e újabb lényeket, teremte újabb lényeket, valamilyen más módon szaporítja-e a lények számát, azt nem tudnám megmondani, hirtelen nem jut eszembe ezzel kapcsolatban. Nem rémlik, hogy lenne erről kijelentés. Hatodik kérdés. A mennyekben, az új Jeruzsálemben a mostani családi kötődések, kapcsolódások megőrződnek, vagy el lesznek törölve? Ugyanígy a barátok, testvéri ismeretségek megkülönböztetettsége, az egy testben való szerepek, már hogy az egyházra gondolsz, vagy a házasságra, hogy lesznek ketten egy testé. De mindegy, a dolognak az a lényege, hogy ami a testünkhöz kötődik, az megszűnik. Tehát a férfi, nő, magyar, ilyen, olyan, amolyan, hottendotta, ezért, tehát ami ez a testhez kötődik, ezek megszűnnek, és kapunk egy új testet, egy mennyei testet, és ennek ebben a mennyei testben alapvetően ugye az új égre és az új földre leszünk kiválasztva, a test maga is úgy lesz megalkotva, hogy ebben a legjobban, a legotthonosabban érezze magát, és illeszkedjen bele, és természetesen a családi kötődések megmaradnak, megmarad a hit, a remény, a szeretet, és a szeretet is egy nagyon fontos dolog, ami megmarad, a legnagyobb a szeretet. Tehát minden, ami szeretetből van, az azért értékes, mert örökké meg fog maradni. Meg fogjuk ismerni egymást, és ami bennünk felépült szeretet, és amit másokban, mint szeretetet felépítettünk, az biztos, hogy meg fog maradni. Legyen az család, barátság, vagy az egyház. Hetedik kérdés, azt mondtad, hogy a mennyek országában lesz egy hierarchia, és ott majd az egyik tanítja a másikat. Nem Isten szelleme fog tanítani mindenkit közvetlenül. Mit jelent ebben a kontextusban a színről színre látás? Igen, hát ugye az a helyzet, hogy az, hogy most tükör által homályosan látunk, az azt jelenti, hogy a belső szellemi érzékszerveink, amikkel az Istent érzékeljük, el vannak nyomva. És ugye a fizikai, a testünknek az érzékszervei nagyon erőteljesen hatnak ránk, és azok ugye a világot közvetítik a számunkra, tehát egy nagy csatazajban kell megtalálnunk ezt a belső hangot, ezt a belső látást, amit a szellem közvetít a számunkra. Amikor azonban feltámadt testünk lesz, akkor ez így nem lesz, hanem a külső látás, meg a belső látás teljes összhangba kerül egymással, a testünk szemeivel is azt látjuk, amit látnunk kell. Ennek ellenére, hogy látjuk magát a valóságot, a valóságnak a megismerése, értelmezése az teljesen más dolog. Mondok példát, ugye az én feleségem egy nagyszerű biológia tanárnő, és én viszont panelban nőttem fel, teljesen fű vagyok ezekhez a fűfa dolgokhoz, és mikor megyünk kirándulni, nagyon szeretek vele kirándulni, mert ő mindenben valami gyönyörűsége lát, egy ilyen zöld susulykát, és akkor arról tudja, hogy mi a neve latinul, meg hogy az hogy nő ki, meg mi a különlegessége, meg nem tudom micsoda, és egy komplett tárlatvezetést tud tartani ebből, és ez rendkívül élvezetes, mert én nem értek ehhez, ugyanazt látom, amit ő, de nem tudom, hogy azok miről szólnak, nincs erről ismeretem, nincs erről tudásom, én csak egy ilyen zöld ízét látok ott, ami borzasztó hasonlít a másik zöld ízére, és nem tudom megkülönböztetni őket. Ő viszont rengeteget tud erről, és mellette már én is kezdek kikupálódni, és néhány dolgot már egész jól meg tudok különböztetni. Tehát ez valahogy ez így van, hogy ugyanazt látjuk, de mégsem ugyanazt értjük, tapasztaljuk, ismerjük, és ebben mind lesz növekedés, mind lesz fejlődés,
vezetés, és én mondom, én látok egy hierarchiát, tehát Jézushoz a legközelebb vannak a mártírok, és aztán utána azok, akik szintén az önfeláldozásban eljutottak közel ahhoz a szinthez, amit Jézus megtett és megcselekedett, és ez nem feltétlenül a mártír halált haltak, hanem hogy ha kellett volna, azt haltak volna, mert képesek voltak meghalni, hogy vele együtt feltámadjanak, ugye megharja tartani, az elveszti, aki pedig elveszti, az megtalálja, és ahogy ez sikerült megtenni, ahogy sikerült Krisztusnak a természetét felöltözni, úgy vagyunk egyre közelebb, és ez nem azt jelenti, hogy na akkor dicsekedhetünk bármivel is, hanem ez azt jelenti, hogy a feladatunk az, hogy akik távolabb vannak, azoknak továbbadjuk, átadjuk a tudást, átadjuk az ismeretet, mert mindenki ezt szeretné, egyre jobban szeretnénk Istent ismerni és érteni, és Isten pedig abban fog gyönyörködni, hogy még tökéletesebb módon kinyilatkoztatja, kijelenti magát, és ezt még csak el sem tudjuk képzelni, hogy ez milyen egy fantasztikus dolog lesz. Oké, 8. kérdés. A hídgyülekezetére vonatkozóan többször tesztek utalást, mi magunktól nem szívesen, vagy nem nagyon. Múlt alkalommal említetted, hogy 11 évig voltál ott, amiből 7 év nagyon pozitív volt. Mesélj róla, hogy mi volt pozitív, és 7 év után mi volt az a változás, aminek a hatására felismerted, hogy nem jó közöttük maradnod. Eredetileg maga a gyülekezet jó úton volt, csak félresiklott, vagy ennyi idő kellett, hogy kiderüljenek a hamisságok. Igen, hát ugye én a világból tértem meg, ott értem meg, nagyon sok mindent ott tanultam meg, a Szentírásból, a Bibliáról, az ige szeretetét ott tanultam meg, a szellemmel való együttműködést, a Szentlélekkel való együttműködést ott tanultam meg, és nagyon sok minden más, például a házassággal kapcsolatos ismereteimet sem a világból hoztam magammal alapvetően, hanem az egyházban tanultam meg, itt találtam házastársra, és így tovább. Velem nagyon jól bántak abban az értelemben, hogy jó előmenetelem volt minden szempontból, tehát nem, ilyen értelme nem volt okom a panaszra, a problémák talán akkor kezdődtek, amikor nagyon közel kerültem a tűzhöz, és sokszor nem látni, vagy nem jó látni az, hogy hogyan készül a kolbász, ahogy mondani szokták, és a bekasolásom akkor kezdődött, mert meggyőződésem, hogy a hídgyülekezetének alapvetően az a rákfenéje, hogy hát Németh Sándornak van egy olyan kultusza, ami teljesen hamis, és már a bálványimádás súrolja, és maga az ember nem egészséges. Tehát én ugye nyilván nem értek hozzá, nem vagyok orvos, de ez egy súlyos pszichopatáról van szó, egy narcisztikus pszichopatáról van szó, aki a saját személyek köré egy olyan kultusznimbuszt épít, amit nagyon nehéz megkülönböztetni az Isten működésétől, és bennem a meghasonlást ez okozta egy bizonyos idő után, azt láttam, hogy és ezt is, azt a kérdést is tettem fel neki újra és újra, hogy ez most itt az egyház, vagy a Németh Sándor ZRT magánvállalkozás, és aztán hát én arra meggyőződésre jutottam, hogy az utóbbiról van szó, és ebben nem akartam többet részt venni. Tehát a kérdésedre válaszolva azt gondolom, hogy nem, ezek a problémák kódolva voltak az alakulástól fogva a gyülekezetben, és Németh Sándornak kifejezően a személyhez kötődnek, amit én mondom, egy személy, súlyos személyiségzavarnak, betegségnek apostrofálnék, anélkül, hogy értenék hozzá, és számomra ennyi idő kellett, hogy ezek a dolgok kiderüljenek, és egyértelművé váljanak, és akkor döntenem kellett, hogy mit akarok tenni, mit akarok csinálni, és én úgy döntöttem, hogy ilyen módon nem akarom tovább a keresztény életemet ebben a gyülekezetben megélni, mert nem, ez senkinek se lenne jó. Úgyhogy leköszöntem, sőt, még a port is, leráztam a lábamról, és úgy voltam vele, hogy akinek ez jó, csinálja, nekem nem jó, én elmegyek, én másképp szeretném ezt a dolgot csinálni. El is mondtam az elmenésem okait belül is, el is mondtam kívül is, hogy ne legyen az, hogy bárki azt mondhassa, hogy én csak úgy elosontam, ha már kirakatba tettek, és teljes jó lelkiismeretem van. Ez az ügyben, hogy én megtettem mindent, aztán mindenki maga lássa, aki jól érzi magát, érezze jól magát, Isten áldja meg őt, aki meg úgy érzi, hogy meghasonlott állapotban van, mint én, hát annak azt kívánom, hogy találja meg minél hamarabb a számára a legjobb döntést, meg a legjobb vezetést. Én azt gondolom, hogy életem második legjobb döntése volt, azután az első az volt, hogy Jézus Krisztus befogadtam az életemben, a második az, hogy szedtem a batyomat és eljöttem onnan.
Kilencedik kérdés, amennyiben a hitet is Isten adja a szívünkbe mustármagnit is, akkor annak mértéke, hogy valaki mekkora hitet tud magából előhozni, végső soron nem is az ő felelőssége. Például a szellem keresztséget nem éri át, mert valószínűleg a hite gyönge. Ha jól értem ezzel kapcsolatos tanításokat, az nem az ő hibája, hanem Istenen múlik ez is. De nem keverednek a dolgok itt, ugye, amikor a hit ajándékáról beszélünk, akkor azt Isten pottyantja a szívünkbe. Ez nem tanulható, nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja. Ha viszont arról beszélünk, hogy az embernek mire van hite, vagy mire nincs hite, ebben lehet növekedni. Tehát nyilván az Isten azért adja a kegyelmét újból és újból, kegyelmet kegyelemre, hogy a kegyelem hitet hozzon bennünk létre, és az isteni érintések, az Istennek a hozzánk intézett tanítása, beszéde, a szellem működése bennünk növelje a hitünket. Tehát a hitben tudunk növekedni. Nem kell a hit mértéke fölött bölcselkedni, nem kell a fölött bölcselkedni, ami meg van írva. Ha az embernek valamire nincs hite, akkor nem az a megoldás, hogy kétségbe esik, vagy bármilyen fél, hanem az, hogy szerez. Hogy tudsz hitet szerezni, hallgatod a vonatkozó kijelentéseket, meghallgatod azokat az embereket, akik már hitre jutottak ebben, vagy a hitben előtted járnak, az ő bizonyságtételüket, ha ők el tudják mondani azt, hogy hogyan jutottak hitre, mit jelent számukra ez a hit, akkor ez azt eredményezi, azt jelenti, hogy a hitüket a bizonyságtételük által, a szavaik által a te szívedbe is át tudják plantálni, és tudsz ebben a dologban növekedni. Tehát ez két különböző dolog, a hit ajándéka az egyik dolog, ami Istenen múlik, és nem rajtunk múlik, és leginkább akkor tapasztaljuk, amikor a munkát végezzük, és akkor Isten a munka végzéshez ad nekünk ajándékokat, és megsegít bennünket. A másik pedig az a hit, ami kinő az Istennel való közösségünkből, kapcsolatunkból, és amiben folyamatosan fejlődnünk és növekednünk kell. És ez rajtunk is múlik, ez a mi dolgunk is. Nem az, hogy a hit fölött erőlködjünk, hanem az, hogy a hitünk növekedni tudjon. Ezért olvassuk az igét, ezért járunk gyülekezetbe, ezért hallgatunk prédikációkat. Én is azt remélem, hogy miközben itt beszélek, emberek szívébe hit jön létre, vagy nagyobb hit jön létre, vagy kialakul a szívükben a hit, vagy megerősödnek a hitükben. Ezért csináljuk ezt, mert a hit hallásból van. Oké. Zárásképpen szeretném megköszönni az előző alkalmakat, a türelmes szolgálatodat, válaszaidat, nagy érdeklődéssel hallgatom vissza, a régi bibliaiskolás felvételeket, és nem tudom, nyári szütőt után mik a terveik, de én örömmel vennék részt, ha újra indulnának olyan csoportos alkalmak. A rabbis program is nagyon értékes, nem tudom, folytatnál, de később, ha igen, az is nagy öröm. Előre is köszönöm, ha tudsz szánni időt a fenti kérdésekre. Már kedves Blanka, sikerült végigmenni a kérdéseken, remélem, hogy olyan választ kaptál, ami megelégít, és igen, hát valamilyen formában biztos fogom ősszel folytatni ezt a rabbis dolgot, ugye jövő szerdán még 16 órakor igyekszem bejelentkezni a vajtai táborból, és szeretnénk július 6-ától hétfő esténként 20 órától egy ilyen nyári bibliaiskolát, online bibliaiskolát is indítani, tehát nem maradt tanítás nélkül az, aki szereti a kemény eledelt, vagy a keményebb eledelt. László kérdezi, ha kérdez a rabbiszod, lenne egy kérdésem, azt olvasom a Bibliában, hogy Dávidnak és Salamonnak is voltak feleségei, sőt ágyasai, akiktől gyerekek is születtek, Isten abban az időben megengedte a többnejűséget, sőt azt is, hogy finoman szólva ágyasokat tartson egy férfi. Itt a K-val kezdődő köznyelvi kifejezést nem használom, de tulajdonképpen, amikor ágyasokról beszél a Biblia, akkor szerintem erről van szó. Nem, kedves László, ez egy tévedés. Az ágyas az másodrendű feleség volt, és ez legtöbbször azt akart, hogy nem volt szabad, tehát rabszolganőről volt szó. Ha a szabadnőt vett el valaki feleségül, akkor az feleség volt, ha viszont rabszolganőt vett feleségül, az volt az ágyas. Tehát nem tudom, lehet, hogy köznyelvileg az ágyas prostituáltat jelent, vagy ilyen szeretőt kitartottat, vagy nem tudom én mit, de bibliai értelemben az ágyas másodrendű feleséget jelent, aki azért volt másodrendű, mert rabszolga volt, tehát semmi köze nincs a prostitúcióhoz ennek a dolognak. Ez nem számított házasságtörésnek vagy paráznosságnak, hiszen a mózesi törvények után vagyunk már. Mikor alakult ki az egynejűség, van ennek nyoma a Bibliában?
Igen, tehát nem számított házasságtörésnek, ha egy férfi megengedhette magának azt, hogy több felesége is legyen, ugye ez főleg monetáris kérdés volt, akkor lehetett több felesége. Érdekes, hogy a patriarchák tulajdonképpen egyet szerettek volna, ugye Ábrahámnak Sára volt igazán a társa, Hágár egész furcsa módon került ebbe a képbe, szintén mint rabszolganő, és ezért ugye nem feleség volt, hanem ágyas. Izsáknak ugye abszolút csak egy felesége volt, Rebeka és Jákob is csak egyet szeretett volna, Ráhelt, akit szívéből, de hát rásózták a Leát, és ha már így volt, akkor még a csajok versengtek egymással, úgyhogy még a rabszolga nőjüket is ágyasként odaadták Jákobnak, és hát Isten ezt a kis furcsa történetet arra használta fel, hogy megszaporítsa Izraelnek a fiait, és kialakuljon a 12 törzs. Úgyhogy ennek ez a lényeg, ez a története, ezt a törvény megengedte. A többnejűség kialakulása az ugye Lámekhez köthető. Ádám után a hetedik volt Énok, aki Istennel járt, és ezért elragadtatott, ugye elért 365 évet, és ez ő abszolút a pozitív példa. A Káin ágán viszont, ugye a bűn ágán pedig ez a Lámek nevű csávó volt a hetedik, aki először vett magának két feleséget, Adát és Cilát, és aztán szóváltásba keveredett egy férfiúval, aki megütötte, erre ő meg megölte. És aztán még azt is kihirdette, hogyha 7-szeres a bűnhődés Káinért, akkor 77-szeres Lámekért. Tehát tulajdonképpen a zsarnoknak ő az első előképe, és ebben az értelemben ő az első, aki több nőségre vetemedett. Mert mikor alakult ki az egy nőség? Hát az Édenben, Isten megtehette volna, hogy 3, 4, 5, 6, 7, 8 asszonyt is fabrikál Ádám ősapának, de nem tette, egyetlen egyet adott, és ez az ős minta, Jézus is erre utal vissza, amikor a válásról tanít, és azt mondja, de kezdetben nem így volt. Ugye az új szövetségbe is ez bejött, Mózes törvényében a papok számára volt előírás, hogy nem lehetett, nem vehettek el elvált nőt, vagy szóval voltak előírások az ő, hogyan házasodhattak, hogyan nem. De az új szövetség azt mondja, hogy a presbiter egy feleségű férfiú legyen, tehát ott nagyon fontos volt, hogy monogám legyen már a presbiter, és hát tulajdonképpen a kereszténység éppen ennek kapcsán terjesztette el a monogámiát, és ez a legtöbb helyen már ugye világi törvény is. Ugye a muzulmánoknak 4 feleségük is lehet, de nem kötelező, tehát nem kell, hogy legyen. Itt is más a helyzet, vannak megint más kultúrák, ahol matriarchális női vezetés van, van ahol férfi vezetés van, tehát ezek így működnek. Na jó. Ferenc kérdése, kedves Tamás, mint ismeretes az ószövetségi törvényekre részletes értelmezési végrehajtási leírás van a rabbinikus iratokban, Misna, Talmud, stb. Így a szombatra vonatkozóan is, mit lehet, illetve főleg mit nem szabad csinálni, például tésztát gyúrni, de semmilyen pépes dolgot, kenőcsöt, krémet készíteni, de még kenegetni sem szabad szombaton, hova tovább a földre köpést is tiltja, mondván abból sár lesz. Kérdése minden indul, János evangéliumában a 96-ban olvassuk, hogy Jézus úgy gyógyította meg a vakon született embert, hogy a földre köpött sarat csinált nyállal, rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Pár verssel tovább, János 6.14, aznap pedig szombat volt, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta annak az embernek a szemét. A farizeusok felháborodtak, hogy nem tartja meg a szombatot, mármint Jézus, de az nem derült ki, hogy a gyógyítással és vagy a sárcsinálással vádolták-e meg. Hallottál-e erről a tilalomról, és egyáltalán hogyan értelmezed Jézusnak ezt a különös gyógyítási módját? Megjegyzés, a Bibliában a sár általában a bűn, a tisztátalanság, szegénység, elvetettség képe, na meg a mi földi porhüvelyünk is sárból formáltatott, válaszod előre is, köszönöm. Igen, hát az az igazság, hogy én ugye azt nem olvasom, hogy Jézusnak azt vetették volna a szemére, hogy sarat csinált, hanem inkább azt vetették a szemére, hogy gyógyított szombatnapon, tehát ugye akár a szárad kezűnél, akár a betesdatavi gyógyításnál, stb. Ez volt alapvetően a probléma. Hogy ez a sárcsinálás tilalom, ez mikor alakult ki, tartok tőle, hogy ez későbbi történet, ugye
vagyok én ebben olyan nagy spiller, de amennyire tudom, tekintettel arra, hogy a szombatnap elrendelése, ugye Mózesnél a szombatnap elrendelését a sátor készítésre vonatkozó szabályok követik, ezért a rabik ebből azt vezették le, hogy ami a sátor elkészítése kor munka volt, az a munka végzés, az tilalmas szombatnapon. Többek között a kerőcskészítés, meg ezek a hasonló dolgok is, és aztán ez terebélyesedett ugye egy nagy fallá a tilalom köré, már olyan nagy fal volt, hogy nem is látni tőle az erdőt bizonyos fokig. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy Jézus korában ez már ilyen értelemben tilalom lett volna, lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, viszont a szövegben nem találjuk a sárcsinálást vádként, hanem kifejezetten a gyógyítást, a gyógyulást látjuk vádként, én legalábbis így olvasom. Hogy hogyan lehet ezt a különös gyógyítási módot értelmezni? Hát én azt gondolom, hogy ugye, hogy pára szállt fel a földből, megnedvesítette a földet, és ebből az agyakból formálta az örökké való az ember testét az Édenben, hát itt is valami hasonló történetről van szó. Jézus ezzel jelezte, hogy ez egy teremtő aktus lesz, ez az ember, aki szemek nélkül született, most hirtelen szemeket kap, de először le kellett botorkálnia ugye a silám tavába, megmosnia a szemeit, és utána megjött látva. Nem tudjuk biztosan, mert ugye nem tudjuk, hogy nem voltak szemei, de azt tudjuk, hogy vak volt, születésétől fogva vak volt, azt gyanítjuk, és ezért nem veszekszünk senkivel, hogy nem voltak szemgolyói, és Jézus ilyen módon jelezte, vagy pótolta kvázi, vagy mutatta be, hogy egy teremtő csodára készül, de lehet, hogy ez nem így volt, tehát mondom, ez inkább elmélet, és azt gondolom, hogy itt a sárcsinálás ezt jelentette. Ugye fület alkottál nekem, mondja a 139. Zsoltár, amikor a test megalkotásáról van szó, nem is, hanem az 50-ben van ez ugye, hogy cselekedjem a te akaratodat. Ó Isten, ott ugye a testet alkottál nekem, amit a Héber levél így folyt az eredeti Zsoltárban, az fület vájtál, szó szerint ezt mondja, tehát ez egy ilyen sajátos mozdulat, és azt gondolom, hogy Jézus tettében ez köszön vissza. Erzsébet kérdezi, kedves Tamás, Kent Hovind azzal cáfolja a rése elméletet, hogy Ádám és Éva bűnbeesése miatt jött be a halál a világba, előtte nem élhettek élőlények, amik aztán meghaltak. Logikusan hangzik, mi gondolsz erről? Hát ugye azt leszögezhetjük, hogy halál már Ádám és Éva előtt is kellett, hogy legyen, hiszen Ádám és nem akkor keletkezett a halál, ha pedig volt előtte, akkor előtte is éppenséggel meghalhattak emberek, tehát én ezt nem látom egy olyan combos érvelésnek. Az biztos, hogy az Ádám világát, az emberiség világát a halál ekkor érintette meg, de itt is különbséget kell tenni, ugye a test halála, meg a szellem halála között. A szellemi halál az a hitetlenség, az Isten bevetett hittől való elszakadás. A testnek a halála az meg egy másik történet, akkor a test ugye porrá lesz, a szellem a lélek számára nem ad otthont, és akkor a szellemnek, léleknek mennie kell erről az anyagi világról, és vagy ugye az alsó világba, vagy most már ugye a felsőbe Jézushoz tér meg, de ez két különböző dolog. És az ember azon a napon, amikor evett, meghalt, szellemi értelemben elvesztette Istennel a kapcsolatot, a hitet, a szeretett közösséget, a köteléket, a szövetségesi kapcsolatot, kvázi frigyet tört, házasságot tört, hogyha úgy tetszik, és nem is tudott ebből megtérni, erről szól ugye az egész bűnbeesős történet. Tehát azt gondolom, hogy halál előtte is kellett, hogy legyen, engem ez azért nem győz meg erről. Ezzel együtt a réselmélet egy elmélet. És mint mondani szoktam, tényekkel nem vitatkozunk, elméleteken meg nem veszekszünk, mindenki azt az elméletet válassza ki magának, ami szívének kedves és gömbölyű. Ede írta, kedves Tamás, egy közelmúltban történő beszélgetésben védelmére keltem Roboámnak, amikor erősen kritizálták, hogy a vének tanácsa helyett az ifjak javaslatát fogadta meg. A fogadatlan prókátor szerepét az első királyok 12-15 versen indokoltam, melyben hangsúlyozza az ige, hogy az úr rendelte így Roboám döntését, hogy beteljesítse Ahija által Jeroboámnak elmondott proféciáját. Továbbá rámutattam, hogy pár verssel később engedett az úr beszédének Roboám, amikor is nem vonult harcba a testvérei ellen. Érdekelne, hogy mennyiben bírálható Roboám az ország ketté szakadásához vezető döntése miatt, vagy az elhangzott Ahija profécia után,
Amúgy sem lehetett más végkimenetele a dolognak, a választ előre is megköszönöm, Ede. Szóval a helyzet itt is az, hogy ha elolvassuk a proféciát, akkor el volt határozva, hogy ez meg fog történni, de nem olvassuk a proféciában azt, hogy a módja meg lett volna határozva. Ugye Roboám anya moabita volt, és ezért nem csak egyszerűen ifjakkal nőtt fel Roboám, moabita ifjakkal nőtt fel, és moabita ifjak módjára despotaként reagált a kérésre, és ez vezetett a szakadáshoz. Ha Roboám előbb hitre jut, és előbb megtér, akkor is valószínűleg az lett volna ennek az eredménye, hogy más módon történik meg ez a szakadás. Itt nem arról van szó, hogy Roboám predesztinálva volt arra, hogy gőgös kevés választ adjon, hanem arról, hogy Isten ugye visszavonult, és hagyta, hogy Roboám egymaga hozzon döntést, nem adott neki tanácsot, pontosabban adott ugye a véneken keresztül, tehát Gőgében ez az ifjú ember ezt nem ismerte fel, hogy a vének tanácsa az Istennek a tanácsa. Tehát azt mondhatjuk, hogy az el volt döntve, hogy a 10 törzs el fog szakadni, az, hogy pont így és pont ilyen módon volt-e eldöntve, azt nem olvassuk, tehát Roboámnak lett volna más választása, de a végeredmény akkor is ez lett volna, akkor lett volna más, ami miatt elszakad a 10 törzs. Igen, Misi Zsolt kérdezi, még az is érdekelne, mi a véleményed a Black Lives Matterről. Vannak, akik szerint antifasiszta provokáció. Igen, hát ugye nyilván egy keresztény embernek nem lehet más véleménye, mint az, hogy minden élet számít, így a feketék élete is ugyanolyannak kell számítson, mint a fehéreknek az élete. Tehát az, hogy ezért tüntetnek és felhívják a hétköznapi rasszizmusra a figyelmet az emberek, az szerintem egy jó és becsülendő dolog. Ami ráépül a fosztogatások, meg vannak szervezett csoportok, ugye innen azért ezt nagyon nehéz megítélni, az nyilván nem jó, tehát ezek bűncselekmények, amik nem jók. Azt látni, hogy Amerikában van egy érdekes baloldali fordulat, ugye ennek a Sanders nevű jelöltnek, demokrata jelöltnek a programja kifejezetten marxista, vagy inkább mondom így, hogy antikapitalista. És ez nyilván azt mutatja, hogy a kapitalizmus egy nagyon komoly válságban van, és az a válság abból fakad, hogy borzasztóan szétszakadt a világ. Tehát nagyon gazdagok vannak, és nagyon szegények vannak, és a nagyon gazdagok bármit csinálnak, gazdagodnak, és a nagyon szegények bármit csinálnak, szegények maradnak, és ez így nem jó, tehát egyre több ember érzi azt, hogy valamit ezen változtatni kéne, itt valami szörnyen el van romolva, és ennek a válságnak aztán nagyon sokféle jelensége van, ugye a szétszakadt társadalom, és ebből aztán nagyon sokféle elégedetlenség fakad, szélső jobboldali, szélső baloldali, és sok minden egyéb, de azt gondolom, hogy hívő ember számára minden egyes embernek az élete az fontos, és értékes, és becsülendő, bármilyen színű, vagy bármihez tartozik. Na jó, hát akkor nézzünk egy utolsó kérdést. Na hát itt akkor az internet jelzést adott nekünk, hogy időnk lejárt, nézem az órát, hát bizony tényleg túl vagyunk erősen a 10 órán, úgyhogy akkor megköszönöm a figyelmeteket, és akkor most itt befejezem, a meg nem válaszolt kérdéseket elraktározom, és ahogy mondtam, ebben a formában majd szeptemberben újra kezdjük ezt a kérdezfelelek műsort, még lesz egy rendkívüli kiadásunk a jövő hét szerdán 16 órakor, amikor a Vajtai táborból szeretnék bejelentkezni, és akkor is lehet majd kérdezni, bár az időnk korlátozottabb lesz, és hát nyilván az ott jelenlevők is feltehetik majd a saját kérdéseiket. És egyéb iránt pedig július 6-ától, hétfő este 8 órától elindul egy bibliaiskola félesség, ahol igyekszem a gyakran feltett kérdésekkel kapcsolatban egy kicsit tanítani, részletesebben is kibontani az igéket, nem csak így, hogy mondjam, kutyafuttából válaszolgatni rájuk. Ezt is meg fogom hirdetni, és megtaláljátok majd a szokásos oldalakon. Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm, hogy aktívak voltatok, és mindenkinek áldott nyarat, és nyaralást, és pihenést, és végre remek jó nyári időt kívánok az óráldásával.